Hát akkor mindenkit szeretettel köszöntök Hódmezővásárhely Megyeregúváros közgyűlésének 2023. február 9-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a megválasztott 14 képviselő közül 13 fő jelen van, később érkezik egy fő, dr. Mester János képviselő úr. Hivatos tájékoztatás, mint hogy ez az idei év első rendes közgyűlése. Ilyenkor rendszeresen megemlékezünk Vásárhely népmozgalmi statisztikáiról, vagy demográfiai helyzetének alakulásáról. Az elmúlt évben városunkban 684 gyermek született, az elhunytak száma 668 fő, tehát kevesebb, és 317 házasságkötés történt. Kérem a díszteremben lévőket, hogy felállva néma főhajtással emlékezzünk meg a tavalyi évben elhunyt hódmezővásárhelyi polgárokról, köztük oly sok kedves ismerősünkről, barátunkról. Köszönöm. A vagyonnyilatkozatok éves benyújtásával kapcsolatban a kötelező tájékoztatásra felkérem dr. Karsa Éva jegyzőasszonyt. Tisztelt közgyűlés, tisztelt jelenlévők! Tájékoztatom önöket, hogy a közgyűlés tagjait illető vagyonnyilatkozattételi kötelezettség kapcsán Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számítottan 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas vagy élettársának, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát. A képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, míg a képviselők hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek bele ellenőrzés céljából. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, költségtérítést nem kaphat. Tájékoztatom önöket, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármester a jogszabályi előírásoknak megfelelően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget tettek. Vagyonnyilatkozatok a város honlapján megtekinthetőek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a kiosztott napirend zárt napirendi pontjai közül kettő előterjesztés a közgyűlés döntése értelmében kerülhet zárt napirenden megtartásra, vagy zárt ülésen történő megtartásra. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a döntés önkormányzati követelés elengedéséről tárgyú anyagot zárt ülésen tárgyaljuk, szavazzon igennel. Tizenkettő igen, egy nem, egy tartózkodással elfogadtuk. Hasonlóképpen kérem, aki egyetért azzal, hogy a döntés a Hódmezővásárhely belterület 10.723/53-as helyrajzi szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog törlésre kerüljön, vagy törlése ügyében tárgyú anyagot zárt ülésen tárgyaljuk, szavazzon igennel. Tizenkettő igen, egy nem, egy tartózkodással elfogadtuk. A fenti döntések szerint javaslom a kiosztott napirendet 27 darab nyílt ülésen tárgyalt napirenddel és 5 darab zárt napirenddel elfogadni. Megkérdezem, hogy az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsájtom a napirendet. Kérem, aki elfogadja a napirendet, az szavazzon igennel. Tizennégy igen, egyhangú szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat, napirendet. Megkérdezem a képviselőt, most hát először szeretnék tájékoztatásképpen annyit mondani, hogy interpelláció nem érkezett. És akkor megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e napirend előtti felszólalás, és egyben szeretnék tájékoztatást adni, hogy többek nyomatékos kérésére most a mai napon, és remélhetőleg innentől kezdve be fogjuk tartani a házszabálynak azt a rendelkezését, hogy egy képviselő napirend előtt maximum egyszer szólalhat fel, maximum 5 perc terjedelemben. Úgyhogy ennek megfelelően kérem, hogy minden mondani valóikat igyekezzenek ebbe az egy felszólalási lehetőségbe besűríteni,
Itt ugye elsősorban időkorlátokra kell tekintettel lenni. Nagyon sokan háborogtak ezen a nagyon liberális kezelésen itt a napirend előtti sokszor hosszadalmas viták beszélgetése kapcsán. Úgyhogy mindenki egy alkalommal szólalhat fel 5 perc terjedelemben. Eddig 4 napirend előtti felszólás érkezett: Krupicer Ferenc, Cseri Tamás, Benkő Zsolt és Galambos Kornélné. Ebben a sorrendben adom meg a szót. Krupicer Ferenc képviselő parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy mindenkit érinthető kérdést szeretnék föltenni Berényi Károly alpolgármester úrhoz. Tudjuk jól, hogy a házi orvosi ellátásban óriási változást következik be, és azt is tudjuk, hogy Hajdú-Bihar megyében már elindult ez az új rendszer, következő hónaptól Győr-Sopron megyében indul el, és azt szeretném kérdezni alpolgármester úrtól, hogy van-e valami információ, hogy Csongrád megyében mikor indul ez el, mikor érinti a vásárló lakosokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Berény Károly alpolgármesternek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselő úr! Annyit tudunk, hogy Vásárhelyen szeptembertől indul majd az új ügyeleti rendszer. Legalábbis ezt az információt kaptuk idáig. Ugye az országban megyénként, vármegyénként lesz bevezetve, és ránk, mondom, szeptemberre fog jutni. Hogy aztán ez hogy fog működni, meg egyáltalán milyen lesz a kifutása, azt még nem tudjuk előre. Ugye most hallható, hogy az orvosi kamara is benyújtotta az orvosok véleményét, és ezzel kapcsolatban most azért nagyon sok orvos tehát talomba rakja a szerződését. Szóval óriási bajok vannak, na, csak azt akarom mondani itt a háttérben. Nem olyan egyszerű ennek a bevezetése szerintem, de meglátjuk. Nálunk egyelőre marad az eddigi szolgáltató, tehát az ügyeleti rendszer ugyanúgy működik, mint eddig. Ez biztos, hogy augusztusig így lesz. Én ezt tudom idáig. Úgyhogy köszönöm a kérdést. Jó, kiegészítve azzal, tehát valóban ugye szeptember 1 a kitűzött határidőjét mindenki viszonylag bizonytalannak tartja, úgyhogy emiatt a közbeszerzésünket úgy írtuk ki. És itt nem Hódmezővásárhely Meregó város, hanem a Hódmezővásárhely és térsége, kistérségi társulás. Szóval úgy írtuk ki, hogy ez 60 nappal vagy 30-al. 30 nap, kötelező 30 napos felmondási idővel lehet csak új szerződéseket kötni. Ennek az az oka, hogy minden település 30 nappal a váltás előtt fog értesülni a minisztériumon keresztül, egy honlapra fogják feltenni a településeket, és csak a végdátum biztos, a 24 február 29. Annyit tudunk, hogy 24 február 29-ig jelenlegi jogszabálymódosítás értelmében az orvosi ügyeleti ellátás ugye át fog kerülni tőlünk, hogy mikor, azt 30 nappal hamarabb fogják számunkra majd tudatni. Ezért beszerzési eljárás keretében volt az első 2 hónapra egy szerződéskötésünk, amelyet egyébként a korábbi szolgáltató nyert meg, jelenleg pedig ajánlattételi szakban van a közbeszerzés, és hétfőn várjuk majd a bontási eljárás alapján az eredményeket, de ott is kötelezően a 30 napos felmondási időszakot bele kellett tennünk. Köszönöm. Jó, tehát így pontos. Jelenleg van egy sima beszerzéssel lekötött közszolgáltatónk, ugyanaz, mint eddig, és most néhány nap múlva, amikor ez a szerződés lejár, addigra a közbeszerzésnek az eredménye már meg lesz, remélhetőleg lesz ügyleti szolgáltatónk, akinek a szerződését, ahogy mi is megkapjuk az értesítést, majd 30 nappal előtte tudjuk felmondani. Köszönöm szépen. Második napi rend előtti felszólásunk, Cseri Tamás képviselő parancsoljon. Tisztelt közgyűlés, polgármester úr, köszönöm a szót. Először is szeretném megjegyezni, hogy sajnálom, hogy pártelnök úrnak most már nincs ideje arra, hogy itt a közgyűlésen vitatkozzon a képviselőkkel, és ez miatt tovább csorbítja a hódmezővásárhelyi demokráciát. Azt hiszem, hogy havonta egyszer a képviselőknek az lenne a normális, hogyha lenne joguk kifejteni a véleményüket, akár reagálni a polgármester mondandójára is. Ez úgy látszik, most már meg fog szűnni. Jelezném, hogy 30 éve ilyen nem volt, soha nem folytották így bele a képviselőkbe a szót, de természetesen megértem, hogy polgármester úrnak már ilyesmire nincs ideje. Amiért napirend előtt szerettem volna felszólalni, az a Joványbusz körüli bírság ügye. Itt azt hiszem sokan olvashatták, hát elsősorban a
itt a városban ellenzékinek számító médiában, hogy 32 millió forintra megbüntették ismételten közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben a Hódmezővásárhelyi Hivatalt és egy cégét. Ezt sajnos be kell fizetnünk, mivel nem volt normálisan megpályáztatva a kampányfuvarosnak a tevékenysége. Itt szeretnék visszautalni arra, hogy ez már a harmadik, csak ami most eszembe jut, a harmadik közbeszerzési bírságunk. Volt egy a strand körül, mikor megbírságoltak meg az informatika kapcsán, tehát a kék szalag ellenére úgy látszik, hogy korrupciómentesen képtelen polgármester úr vezetni ezt a hivatalt. Mivel nem lesz több lehetőségem felszólalni napirend előtt, így reagálok a viszontválaszra is, ugyanis polgármester úr 5 év alatt kiismertük, tehát itt a viszontválaszból majd az lesz, hogy a fideszes hatóság megbüntette, a Fidesz üldözi, a Fidesz bírságolja, a Fidesz el akarja lehetetleníteni. Most ezzel kapcsolatban én akkor megteszem a reagálásomat. Nyilvánvaló, hogy aki a kőfalon túlra ki tud tekinteni, az észrevehette, hogy az országos Fidesznek Márki-Zay támadása nem érdeke. Itt egy érdeke van a Fidesznek országosan, hogy minél tovább porondon maradjon országosan, rugdossa az ellenzéket, csinálja a fesztivált, röghessenek rajta, és menjen a műsor. Tehát aki azt gondolja, hogy egy ilyen bírságot azért szab ki a fideszes hatóság, mert bosszút akar állni polgármester úron, és nem azért, mert a hivatal rosszul működik, az alapvetően téved. Azt hiszem, ennyi kommunista között idézhetem Lenint. Én úgy gondolom, hogy polgármester úr most már a Fidesz hasznos idiótája, és láthattuk a tegnapi bejelentkezésén is, hogy elsősorban ráfordult az ellenzékre, most már folyamatosan őket támadja, ott csinálja a problémát, a cirkuszt, mindenkit megvádol korrupcióval, rajta kívül már senki nem igazi ellenzéki. Tehát most már ott tartunk, hogy a Fidesz is ellenség volt, most már az ellenzék is ellenség. Úgyhogy aki azt gondolná, hogy azért támadja bármelyik országos hivatal polgármester urat, mert szeretnék őt megtámadni, bántani, az vakvágányon halad. Én azt gondolom, hogy egyértelmű, aki ki tud nézni a körfalon túlra, nem érdeke a hatóságoknak polgármester úr támadása, sőt szerintem akár majd dédelgetni is fogják, hiszen az ő érdekük, hogy tovább folytassa a politizálást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a DK frakciónak a csatlakozását a Fidesz frakcióhoz. Nagyon hosszú lenne, de a legfontosabb, hogy én nagyon szívesen napirendet, van lehetőségünk napirend után, köszönhetőleg napirendet után. Egy vita fórumot tartunk. Tarthatunk, de... Jó, tehát képviselő úr, most mi ezt? Egyébként napirendek kapcsán úgy is fogunk vitatkozni, ismerem annyira a cseréképviselőrat, hogy ott is fel fog szólalni. De a napirendek után, a zárt napirend előtt, korlátlan időben, jó, tehát itt, sőt, hogyha ne adj Isten tényleg kimeríteni a korlátlan szót, akkor az zárt napirendek után újra élőben bekapcsoljuk a közvetítést képviselőrrel, ha csak ketten is. Itt maradunk, és addig vitatkozunk, amíg képviselő úrnak kedve van. Isten őriz, hogy valaki a demokráciát csorbítsa, és önbe folytsa a szót. Hogyha már a hasznos idióta kifejezésnél tartunk, akkor a közösségi médiás szakembereink azok rendkívül hálásak Cseri Tamásnak, hiszen óriási nézettséget produkál itt a szerencsétlenebb hozzászólásaival. Nagyon szíves, én is hálás vagyok, képviselő úr. Azért is hálás vagyok, hogy ön egyedül eljött a városi televízióba. Lázár János soha nem mert kiállni egy nyílt vitára, soha nem mert egy élő vitára kiállni. Sem a televízióban, sem a saját rádiójában, sem a választási fórumokon, sehol, soha. Ez a hűs, bátor ember, aki még nem született olyan ember, akit megérne, nem mert kiállni egy nyílt vitára. Orbán Viktor csak zárt körben, csak a sajátjai között, kis székét hurcolva, kis székére állva elmondta az előadásait, soha nem mert kiállni egy nyílt vitára. Soha. Még a tőle független sajtó kérdéseire sem mer válaszolni, csak megrendezett körülmények között. Mi valóban hívei vagyunk a demokráciának, képviselő bármikor. Jó? Akár ön, akár Lázár János, akár Orbán Viktor. Én megyek nagyon szívesen, bármikor, bármiről vitatkozhatunk. Jó, tehát meghallgatjuk, válaszolunk az önök hozzászólásaira, a beadványaira, türelemmel viseltetünk az önök, hát legalábbis hazudozása, akkor mondjuk itt iránt. Jó, tehát a demokráciáról és a vitaszellemről talán ennyit. És akkor egy másik kérdés rész, ami valójában az érdemi hozzászólása volt talán, az a kérdés, hogy a 32 milliós bírság az korrupciót takar, vagy nem. Föl sem merült, soha. Lázár Jánosban fölmerült, tett egy följelentést a közbeszerzésünk, illetve annak azt helyettesítő koncesziós eljárás, így hívják. Tehát amikor mi kiválasztottuk a város
tömegközlekedés közszolgáltatóját, autóbusz személyszállítási közvállalkozóját, vagy vállalkozóját, akkor mi koncesziós eljárást alkalmaztunk. Ezt kifogásolta most a közbeszerzési döntőbizottság. Azt bizonyára tudja ön is, hogy kihez tartozik ez a bizottság. Ez a miniszterelnökséghez tartozik. Ez egy politikai szervezet. Ez nem egy teljesen független hatóság. Sajnos Magyarországon ilyen teljesen független hatóságok effektíven nincsenek. Tehát senki ne gondolja, hogy akár a bíróságok is teljesen függetlenül hoznak korrupciós ítéleteket. Az Európai Unió is ezt kifogásolta, hogy nem, nincs meg a bíróságoknak a függetlensége, ezt tapasztaljuk sajnos időről időre. De a közbeszerzési döntőbizottságról még a legkormány támogatóbb valakik sem mondhatják, hogy ez egy független intézmény lenne. Nem, ez egy politika által irányított szervezet, amelynek az az irdatlan mennyiségű korrupció, ami akár ebben a városban volt 2017-ig. Az, ahogy itt rendszeresen ugyanazt a tucatnyi, sőt, fél tucatnyi vállalkozót hozták ki minden közbeszerzésen, olyanokban is, amihez még a működési engedélyükben bejegyzett tevékenység sem társult. Jó, tehát egy villanyszerelő vállalkozónak kertészeti munkát adni, úgyhogy a közbeszerzés gyakorlatilag megnyerte a közbeszerzést, mire bejegyezte a tevékenységei közé. Jó, csak azért, mert Lázár János rokona. Tehát azért mondom, hogy itt nálunk az az irdatlan mennyiségű lopás, csalás, hazugság, a közbeszerzésekkel való trükközés, ami volt, azt érdekes módon nem vizsgálta ez a hatóság. Az, hogy most koncesziós eljárást folytattunk le, ezt most kifogásolták. Tetszik tudni, hogy eddig milyen eljárásban szereztük be a Holán buszt is többek között, 5 évvel ezelőtt. Koncesziós eljárásban. Hogy az összes többi önkormányzat az országban egyetlen egy kivételvel minden esetben koncesziós eljárás folytatott le, és nem közbeszerzést. Csak bennünket büntettek meg ezért. És bennünket is csak most. Érdekes módon az, hogy eddig évtizedeken keresztül koncesziós eljárás volt, legalábbis mióta a törvény ezt írja elő, az, hogy az összes többi településen koncesziós eljárás volt, ez nem zavarta a közbeszerzési döntőbizottságot, csak az, hogy Hódmezővásárhelyen az volt. Van egy sajátos vonulata egyébként ennek az ítéletnek, aminek örülünk, és ami jóval több mint 32 millió forintot jelent adott esetben a városnak. Ugyanez az ítélet, ez azt mondta, hogy a Volánbusznak az ő általuk létrejött szerződés, ami természetesen a bíróság, rendőrség, bocsánat, szerint sem jött létre, hiszen nem érte alá a Volánbusz. Ennek ellenére teljesen erkőstelenül, etikátlanul működtetik a járataikat az adófizetők pénzén azóta is. Nos, ez ugyanez a döntés, kimondta azt is, hogy az ő szerződésük is érvénytelen. Jó, tehát magyarul a Volán busznak semmilyen jogalapja nincs, hogy ő miért járatja a buszokat. Ugyanez a döntőbizottsági ítélet, és itt nem 32 millió forintról van szó, hanem már az eredeti szerződés szerint is 120 millió per év. Jó, azóta azt nem azt járatják ők, amit a Jóványbuszok járnak, mert az 243 millió lett volna a Volán busszal évente. A Jóvány Gyulával meg 98. Jó, tehát van egy kis különbség itt a hatékonyságban. Korrupció föl sem merülhet. Mi a legjobb vállalkozót választottuk ki, a legjobb ajánlat alapján nyílt versenyben. Ez a definíciója annak, hogy valaki korrupciómentes. Jó, tehát itt nincs korrupció, illetve küzdünk ellene, ez a helyes kifejezés, mert természetesen időről időre azért vannak próbálkozások, és ez egy folyamatos figyelmet igényel, ezért állítottunk föl egy beszerzési tanácsot, ahol általában legalább egy tucatnyi szakember ül ott, és csak közösen megvitatva a dolgokat, konszenzussal hozunk döntést arról, hogy elfogadható egy beszerzési eljárás, vagy nem. Van-e valódi verseny, vagy nincs. Példa az egész ország számára, ha már a kék szalagnál tartunk, ez a korrupciómentesség. Nos, csak azért, hogy milyen hatósági üldözésnek vagyunk kitéve, és hogy a kőfalon túl érdekel bárkit, hogy mi van a Hódmezővásárhelyen. Hát most azon kívül, hogy Lázár János az a kőfalon túl rendelkezik igazán befolyással, miniszterként, talán senkit nem lephetett meg. Tegnap 6 teli autónyi ellenőr szállta meg a Jóványbusznak a buszait, a telephelyeit, állította el őket menet közben, ellenőrizték a jegykiadását, a műszaki állapotát a buszoknak, számláikat, pénzügyeiket, mindent. Jó, nincs hatósági zaklatás. Szerencsére mindent rendben találtak. Ugyanígy a közétkeztetés. Az a közétkeztetési cég, amely nyílt versenyben a városnak évente legalább
50 millió forintot spórolva. 200 millió forintnyi beruházást már végrehajtva a város épületein. Elnyerte a közétkeztetési szolgáltatásunkat. Eddig valamiért rajtunk kívül csak fideszes településeken nyert, tehát nem lehet mondani, hogy bármilyen politikai befolyás lett volna itt a mi esetünkben a kiválasztásnál. Érdekes módon az összes többi telephelyükön átlagosan évente 2-3 ellenőrzést kap. A 2,5-fél szemben állunk, az első 10 hónapban kapott 26 ellenőrzést. Nincs hatósági zaklatás. Senkit nem érdekel a kőfalon túl. Hát én úgy látom, hogy valamiért iszonyatosan fáj a Fidesznek az, hogy itt korrupciómentes példát tudunk mutatni. Lehet, hogy fáj az ellenzéknek is. Ezt el tudom képzelni. Krupizer képviselő úr se fogja tudni megmagyarázni, hogy Gyurcsány Ferenc 2005 őszén miért módosította úgy a törvényeket, hogy Polt Péter és Vardazsi András hatalomban maradjanak. Krupizer képviselő egy olyan pártot támogat, annak a pártnak az érdekeiben szavaz sokszor a város érdekeivel szemben, amely párt Polt Pétert tartotta hatalmon, amelynek a vezetője Polt Pétert tartotta hatalmon. Amikor lehetősége lett volna Orbán Viktor elszámoltatására, soha nem számoltatta el a korrupciót. Ez legismert kérdés. De sajnos a tavalyi kampányban ugyanezt megtapasztaltuk. Pontosan láttuk azt, hogy hogyan szabotálták el egyes ellenzékiek az akkori kampányt. Jó, valaki csak azt várta, hogy elbújjuk a választást, és más valakire lehessen fogni. És ebben tökéletes az együttműködés a kormány és az ellenzéknek ezen része között. Nagyon szeretném, hogyha egyszer ők is korrupció ellenességből mutatnának példát, átláthatóságból, és nem olyan emberek akarnak vezetni az országot, akik nincstelenekből lettek sokszoros milliárdosok, miközben politikusok voltak. Ez erkölcsi kérdés. Hogy amikor valaki politikából él, milliárdos lesz a politikából, nem számoltatja el a másik tolvajt, akkor alkalmas-e arra, hogy azt higgyük, elhiggyük neki, hogy majd most leváltja, és majd most elszámoltatja. Miközben amikor megvolt az esélye, akkor is csak akadályozott. És most is hazudoznak. Arról, hogy kit támogatott a Fidesz az előválasztásban. Hogy a Magyar Hírlap PR-cikket írt Doblev Káráról, hogy a Pesti Hírlap címlapon ellenem támadt az előválasztás alatt. A Fidesz minden erővel azon volt, hogy Doblev Klára legyen az ellenfele, akire egy egész estés filmet is készített, mert erre készült föl. Neki kellemetlen meglepetés volt, hogy most nem Gyurcsány embere lett. No, úgyhogy örülök, hogy Cseri Tamás ilyen jót szórakozik ezen. Igen, valóban. Ezt mindig, amikor az ellenzék egymást szidja, az a Cseri Tamásnak mindig örömet okoz, úgyhogy örülök, hogy legalább ilyenkor sikerül örömet szerezni önnek. Ha már annak nem is tud örülni, hogy a város még ellenszínben is fejlődik, hogy ezek a joványbuszok szemben a volánbusszal ezek rendszeresen tömve közlekednek. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úr tegnap előtt a 28. utas volt a Béketelepről induló reggeli járaton, amikor busszal jött be. Tudom, önök szerint ezek mind statiszták. Ezt írják. No, tehát ezek a képlenségek, amikor új kishomokról bejön a busz, és az egyik kismama ismerős meséli, hogy ő a harmadik volt, aki babakocsival utazott a joványbuszon, és már úgy kellett sakkozni, elhelyezni a babakocsikat a buszon. Jó, tehát szemben korábban 120 millió évente két óránként üresen járó buszokkal, most a városnak kevesebbe kerül az a buszjárat, ami óránként indul, ami egyre többen vannak, pótlójáratokat kell indítani, nagyobb buszokat kell betenni, mert annyira népszerű, értem én, hogy Lázár Jánosnak és önöknek ez fáj. Hogy valamit mi megoldottunk, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk. És akkor beszélhetnénk még az emlékpontnak az oldaláról is. Amikor lopással készül valami, akkor annak a minősége is rossz. Ez ilyen egyszerű. Jó, még csak tájékoztatásul, tehát mi a különbség például a nyilvánosság tekintetében a koncesziós eljárás és a közbeszerzés között nálunk a koncesziós eljárásban mi legalább annyi nyilvánosságot adtunk. Ennek a beszerzésnek nyíltan ki volt írva, a magyar közlönyben megjelent, három helyi médiában megjelent, a város honlapján nyilvánosságra lett hozva. És igen, volt három érdeklődő pályázó, kettő be is adta, és a legjobbat választottuk ki Jóvány Gyula személyében azóta is. Látjuk, hogy nagyon jól döntöttünk, mert szemben a Tremtrénnel például semmilyen műszaki probléma nem volt. Ezek a buszok nem álltak le, nem dugították el a forgalmat, mint a volánbusz buszai. Alacsonypadlós, alacsonyfogyasztású, környezetbarát, kényelmes buszok és pontosan járnak. Nagyon szeretnénk, hogyha a Tremtrén felnőne ehhez a feladathoz és ehhez a színvonalhoz. Benkő Zsolt, tessék!
Benkő Zsolt képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselőtársak, most láthattuk, hogy egy néhány perces felszólalás a polgármester úr több mint negyed óráig válaszolt. Tehát erről volt szó, amikor Cseri Tamás azt kéri számon, hogy mi le vagyunk korlátozva, ön pedig korlátlan ideig beszélhet. Nem túl demokratikus eljárás. Én azt szeretném javasolni, hogy tisztelt polgármester úr, hogy a viták helyett talán oda kéne figyelni az önkormányzati, illetve a polgármesteri hivatal működésére. Önök november 17-én bevezettek egy új települési adót, azóta elhíresült földadót, tehát a Mindenki Magyarország Mozgalom és a Tiszta Vásárhelyi Egyesület képviselői, illetve városvezetők bevezettek egy új adónemet. Azt szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy mi történt november 17-e és január 27-e között, hogy nem sikerült a Hódmezővásárhelyen élő érintetteket tájékoztatni erről a új települési adóról, ennek a bevezetéséről. Hogy van az, hogy azóta is napi szinten több gazdálkodó hív azzal kapcsolatosan, polgármester úr, hogy miért a bevallási határidő előtt 4 nappal teszik közzé ennek a részleteit, úgyhogy abból 2 nap hétvége. Tehát, hogyha ezt valaki nekem megmagyarázza, hogy mi ebbe a szakmaiság és az a magas szintű szakmai tudásom, mert ön rengeteget beszélt az elmúlt években, és hogy van az, hogy miután észlelik, hogy a város ban élő érintettek nem tájékozódtak, vagy nem lettek tájékoztatva ezzel kapcsolatosan. Megjelentetnek egy szuperinfo hirdetést, amiben csak azt felejtik el leírni, hogy ez kiket érint. Tehát sorba hívnak fel a gazdálkodók hétvégén, hogy Zsolt, most nekünk is fizetni kell, mint gazdálkodóknak, akik műveljük a földünket, mert ez nincs leírva a hirdetésben. Tehát ugye bevezetnek úgy települési adót, hogy 2 hónapon keresztül nincs róla semmiféle tájékoztatás, 2,5 hónapon keresztül. Ugye? Ki kell tolni a bevallást. Tehát én tiszteltek én a polgármester alatt, hogy ez a vita, ez nagyon szép. Miközben megfakult a kék szalagi, ami ki van rakva. Talán oda kellene figyelni arra, hogy az önkormányzati, illetve a polgármesteri hivatal úgy végezze a munkáját az önök irányításával, hogy azok az érintettek, akik a földadóval kapcsolatosan, ugye földtulajdonnal rendelkeznek, azok tájékoztatva legyenek. Tehát amikor Borsod megyéből fölhív egy egykori vásárhelyi honpolgár, hogy Zsolt, mi is ez az új adó? Tehát hihetetlen. Én nem értem, hogy itt van egy csomó jogász, van egy külön adócsoport, pénzügyi csoport, van a városnak nem tudom hány a polgármestere, önpolgármester, hogy ez egyszerűen nem értem. Tehát a vitatkozás helyett, polgármester úr, legyenek szívesek a munkára odafigyelni, hogyha már bevezetnek egy új adót, amit mi elleneztünk, és úgy látom, hogy elég sokan elleneznek, mert az agrárpetíció több mint 50 ezeren már aláírták. Legyenek szívesek ezt legalább azok érdekében, akiket meg fognak sarcolni, 100%-osan elvégezni ezt a munkát. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan ezt szeretném kérni. Még van időm, ugye az 5 perc nem telt le. A múltkori közgyűlésen, ha jól emlékszem, Fejes Péter képviselőtársam szólalt fel azzal kapcsolatosan, hogy elkezdtük a kampányt. Akkor mi ezen csodálkoztunk, hogy milyen kampányt kezdtünk el. Utána kijött egy nagyon kedves kis naptár, ami bekerült a postaládákba, amiről ugye választási ígéretek megvalósítása szerepelt. Ha ez nem kampánykiadvány, akkor mi nem. Utána a polgármester úr pártot alapít, ugye pont tegnapi napon jelentette be. Hát nem tudom, legyen szíves már Fejes Péter képviselőtársával, az ön csapatába tartozik, tájékoztatni őt, hogy elkezdődött a önök által, elkezdődött a 2024 májusi kampány. Nem mi kezdtünk el kampányolni, polgármester úr. És visszatérve, amit még Cseri Tamás mondott, egy valamit nem említett képviselőtársam, hogy én a jegyzőasszony felé, amit gondolom, hogy megerősít, egy közérdekű adatigényléssel éltem a Juhány Busz Kft. Tevékenységével, illetve a tömegközlekedés, vásárhelyi tömegközlekedés kapcsán, és természetesen ebben a dokumentumban feltett kérdésekre szeretném határidőben megkapni a választ. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Nos, én először a végén reagálnék arra, hogy, vagy a végén elhangzottakra reagálnék, elkezdődött a kampány. Bizonyára nem tűnt föl önnek, hogy önök egy pillanatig nem hagyták abba ezt a kampányt. Amikor elvileg nem volt kampányidőszak,
2019 elején, akkor olyan mennyiségű szórólapot szórtak a Vásárhely postaládába hazugságaikkal, a gyűlöletkeltésükkel, olyan gusztustalan hazug plakátokat raktak ki, amiben még a bíróság is elmarasztalta egyébként önöket a hazudozásért. Ádok János álcivil szervezetén keresztül, hogy még Rezsa István álfüggetlen jelölt is tiltakozott ellenük, és akkor szedték csak le. Jó, tehát önök végig kampányolnak. Lázár János együttműködést ígért tavaly a választás után, a Lázár Jánoshoz tartozó rádió pedig folyamatosan hazugságokat terjeszt és gyaláz minden nap. Jó, tehát ahova érdekes módon mielőtt a Lázár érdekkörbe került, bár azelőtt sem volt teljesen független Lázár Jánostól, onnantól kezdve a legfontosabb követelés az volt, hogy a pénzért sem jelenhetnek meg önkormányzati hírek, és engem nem hívhatnak meg ebbe a rádióba, amit véletlenül gyakorlatilag egész Vásárhely és környékén szinte egyedül lehet fogni. Ha már az előbb a Cseri képviselő úr a nyilvánosságot és a demokratikus szellemet meg a vitát hiányolta. Az, hogy olyan kiadványok készülnek, amelyben mi beszámolunk az ígéreteinkről, az abszolút része annak a kultúraváltásnak, amiben én hiszek. Hogy a hazugság, a lopás, a csalás kultúrájával szemben az átláthatóság, a tisztesség, a becsület, a nyílt vitára kiállás képviseli azt az irányt, amelyre Magyarországnak mindannyiunk érdekében mennie kellene. Én nagyon szeretném, hogyha a kormány hasonló részletezettséggel számolna be az ígéretei teljesítéséről. Amikor azt ígérték, hogy a válságnak a terheit nem fogják a családokra terhelni, majd a katások adóját növelték, de a milliárdos cégek, kaszinók, multik, a dohánygyár adóját nem növelték, pedig emiatt Magyarország még egy több évtizedes amerikai adókedvezményt is elveszített. Azt ígérték, hogy nem fognak hozzányúlni a rezsicsökkentéshez. Hazudtak, és többszörösére emelték a gáz és a villanyárát. Azt is ígérték, hogy nem küldenek katonákat és fegyvereket Ukrajnába. Orbán Viktor megszavazta az összes európai fegyverszállítást Ukrajnába, engedélyezte a magyar területen való halálot hozó fegyverszállítását Ukrajnába, és elküldte a magyar hadsereg főparancsnokát Ukrajnába. Szóval én nagyon szeretném, hogyha a kormány is beszámolna az ígéreteiről hasonló alapossággal, mint ahogy évről évre megtesszük. Ez nem kampányidőszak vagy nem kampányidőszak, minden egyes évben beszámoltam arról, hogy hogyan alakultak az ígéreteink, mert mi ebben a kultúrában hiszünk. Lázár János is egyszer beszámolhatna arról, hogy eltörölte a sírmegváltási díjat. 2018-ban azt ígérte, hogy ha megválasztják, a parlamentben az első dolga lesz, hogy benyújt egy javaslatot a sírmegváltási díj eltöréséről. Azóta eltelt 5,5 év, vagy 4,5 év, Lázár Jánosnak azóta se volt alkalma benyújtani a sírmegváltási díj eltörléséről szóló javaslatát. Azt is ígérte, hogy egy 1500 fős foglalkoztatót hoz Hódmezővásárhelyre. Az elmúlt 5-10 évben erre nem volt alkalma, úgy látom. Azt is ígérte, hogy leállítja a tramtrént. 2017 áprilisában megígérte, hogy nem lesz tramtrén Vásárhelyen. És nem csak hogy lett, hanem ő rábízták ennek a megvalósítását. Azt is ígérte, hogy az összes Vásárhelyi templomot felújítják. Azóta is várunk erre, amit megújult ténylegesen, az sajnos Lázár Jánosnak semmi köze nem volt hozzá. És ha már Lázár János segítségére utalunk, az előbb az első fő kérdése, amit felvetett képviselő úr, az a földadó. Tudja, hogy Vásárhelyen kijavasolta először a földadó bevezetését? Lázár János 2016-ban. Jó? Azt kérte az önkormányzattal akkor, hogy fontolják meg. Nyilvánvalóan szintén ő hozzá kötődik az ország legmagasabb települési adójának, az építményi adónak a bevezetése. A Hódmezővásárhelyen, amit mi maradéktalanul eltöröltünk, és 30%-kal csökkentettük a vállalkozások, köztük a mezőgazdasági vállalkozások építményi adóját is. Úgyhogy a gazdák nagyon hálásak lehetnek, hogy mi vagyunk a város jelenlegi vezetői, rengeteg pénz maradt a zsebükben. Minden egyes Vásárhely gazdálkodónak. Azt, hogy a gazdákat félretájékoztatták, az szintén önöknek köszönhető. Ki az, aki hazudozott arról, hogy a gazdákat ez érinti? Ki az, aki hazudozott arról, hogy a Vásárhelyi jelentéklen minimális földadó, az majd a Tesco-ba a paradicsom árát fölemeli? Ki az, aki ilyen képtelen ostobaságokkal szórakoztatta a vásárhelyeket? De legyünk objektívek, nagyon hálás vagyok a képviselő úrnak azért, és a fideszes agrárszervezeteknek, hogy megreklámozták. Önök gondoskodtak arról, hogy minden egyes gazdálkodóhoz, akiket nem is érint ez a földadó, ebben hazudtak, minden egyes gazdálkodóhoz eljusson ez a hír. Ne mondja azt nekem, hogy valakihez nem jutott el ez a hír. Éppen önök gondoskodtak arról, hogy mindenkihez eljusson ez a hír.
Ettől függetlenül a kritikát elfogadom, mi is tehettünk volna még sokkal többet. Még hamarabb, még több fórumon, még több információt kellett volna nekünk is eljuttatni azokhoz a gazdálkodókhoz, akiket nem is érint a vásárhelyi földadó, és természetesen azokhoz a föld tulajdonosokhoz, akik nem művelik a földjüket, akik semmilyen másadót nem fizetnek többnyire utána, még személyi vedelemadót sem. Hogy ez a személyi vedelemnél egyébként lényegesen alacsonyabb. Szerény hozzájárulás, amivel 100%-ban a szegényeket támogatják hódmezővásárhelyen, hogy ezt milyen módon is mikor kell bevallani. Igen, és köszönöm szépen még egyszer a támogatást abban, hogy mindenki tudott erről a földadóról Magyarországon, és kérem, pontosítsák és nyugtassák meg önök is a gazdálkodókat, hogy ez őket nem érinti. És akkor most nem mondom, mert sokszor elmondtuk már, vagy nem megyek részletekbe, de elmondom, hogy Hajdú Nánás alpolgármestere, polgármestere éppen most duplázta meg a földadót. Önök petíciót gyűjtöttek a földadó ellen, miközben a fideszes polgármesterek új földadókat vezettek be, és megduplázták ott is, ahol volt. Azaz polgármester, alpolgármester, agrárszervezeti vezető, aki a saját településén megduplázta a földadót, az tiltakozott egy Hajdú Nánási politikus tiltakozik a vásárhelyi földadó ellen, miközben a saját településén duplájára emeli a földadót. Ez az önök kultúrája. Ez a hazug, csaló, lopó kultúra. Ez a Fidesznek a kultúrája. Soha nem fogom eltitkolni, ha valami belegy. Önnek igaza van abban, hogy lehetett volna még alaposabb a tájékoztatás. Ezt elismerem. Jó? Maradjunk a tisztességnél. Ami korrekt, azt el fogom ismerni jövőben is. Amikor lopnak, csalnak, hazudnak, bármi fájdalmas is, sokszor még az ellenzéknek is ez, azt pedig szóval fogom tenni. Köszönöm szépen. Galambos Kornél. Galambos Kornél. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlésen, egy lakossági panaszt szeretnék elmondani és közvetíteni önök felé. A Pálfi utcáról kerestek meg az ott élők, hogy sebességkorlátozó táblát, vagy pedig sebességkorlátozás miatt nagyobb rendőri intézkedést szeretnének kérni, vagy nagyobb rendőri jelenlétet az utcában. Ugyanis van ott egy óvoda is, nincs 30-as korlátozó tábla, csak gyerekekre felhívó tábla, ami ugye azt mondja maga után, hogy lassítani kellene, illetve 30-as sebességhatárt betartani az autósoknak, mégis ez nem történik meg. Azzal kerestek meg ugye a lakók, hogy ott nagyon sokszor hétvégente, szombat délután és esti órákban autóversenyzésre hajlamosítják az emberek magukat, és a Szántó-Kovács János utca, Dr. Rabcsák utca kereszteződés és a Szerencse utcai, Pálfi utcai körforgalom között versenyeznek, autóznak, driftelnek, és egyéb ilyen problémák léptek fel. Ők szeretnék kérni, hogy a város illetékes munkatársai vizsgálják meg ezeket a panaszokat, vagy ezt a panaszt, illetve a rendőrség bevonásával nagyobb jelenlét legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hasonló panaszok valóban vannak, köszönjük, hogy betetszett jelenteni. A hivatalos útja ennek az, hogy a közlekedési tanácsadó testülethez kell jelölni. Van olyan iskola intézmény, ami mellett ez már megvalósult. Szőnyit mondhatnám, vagy a Liszt Ferencet például, de ugyanígy a Kertvárosi iskolánál is van ilyen tábla. Nyilvánvalóan iskolai időben jelentett sebességkorlátozást, ezt fönntartom. Tehát van erre példa, és van hivatalos útja, hogy meg kell tenni valóban. Csak remélni tudom, hogy nem egy fehér elektromos Audi randalírozik ezen a környéken, mert Dózsa György utcából is érkezett ilyen panasz hozzánk. Nagyon remélem, hogy itt nem erről van szó, de ettől függetlenül vigyázni fogunk. A rendőröknek kell ebben az ügyben föllépni, tehát azt a helyi rendőrkapitány úrnak kell jelezni, de én is át fogom adni majd neki, hogy természetesen, hogyha bárki ebben a városban randalírozik, és ráadásul viszonylag egyszerű dolog, mert szerencsére már a Szerencsé utcai körforgalomban van egy kameránk kihelyezve, tehát a bejelentett időpontban meg tudjuk mondani, hogy kik azok az autósok. Az ottani kamera az rögzíti az autókat, a rendszámokat, úgyhogy ha pontos időpontot megjelölnek, hogy mikor ki randalírozott, néhány tanú előáll, aki vállalja, hogy ezt meg tudja erősíteni kamerafelvétellel kiegészítve, szívesen teszünk feljelentést is. Jó, kérem képviselőasszonyt, hogy vigye tovább ezt az ügyet, és képviselje a vásárhelyeket, maximálisan támogatom. Itt senki ne randalírozon ebben a városban, és a rendőrség a leghatározottabban lépjen fel ellene. Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy egy ilyen valóban közérdekű témát hozott ide. Köszönöm szépen. Bocsánat, Lőkösnél Csarolta képviselőasszony szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen a szót. Nem tudtam, hogy ilyenkor még én kérhetek a szót napirend előtt. Galambos Kornélnél képviselőasszonynak szeretném mondani, hogy ez már évek óta fennálló probléma, és úgy a rendőrség is tud róla, mint ahogy a közlekedési tanácsadó testület ülése előtt is volt ez a kérés.
Többek között azért, mert oda arra a kereszteződésre nagyon kellett volna és kellene talán egy gyalogátkelő hely, egy kijelölt gyalogátkelő hely, ugyanis egy rendkívül hosszú útszakaszon nagyon nagy távolságban van a két szabályszerű zebra. Az egyik a körforgalomnál, a másik pedig a Holló utcai torkolatnál, és a kettő között semmi, miközben pont középen van a Kalap utcával szemben lévő oldalon az óvoda épülete. Sárga felcsíkozást kértünk oda évekkel ezelőtt, illetve forgalomlassítást kijelölt táblával, amire a mai napig nem került sor. A fáknak a megnyírására került csupán sor, hogy beláthatóbb legyen az az enyhe kanyar, ami ott a körforgalom fele vezet. A rendőrség a kérésünkre, én visszajelzést egyetlen egy alkalomról tudok, amikor trafival álltak oda ki. Egy délelőtt alatt 7 gyorshajtót fogtak, tehát nem éjszaka, meg este, amikor lehet, hogy még többet, hanem egy délelőtti normál időszakban 7 gyorshajtót fogtak, illetve egy olyan esetről tudok, amikor a jelzett önkormányzati kamera és szemtanúk bevonásával nem is annyira gyors hajtó volt az illető, hanem a kispiacnak a területére hajtott fel gépkocsival, és ott randalírozott, az illetőt előállították, és amennyire tudom, bírsággal sújtották, tehát meg történt a felelősségre vonás. Úgyhogy ezt én azóta is minden évben kérem, hogy nem csak itt egyébként, hanem a Damjanich utcán is, valamint a Borz utcán is rendszeresek a gyorshajtók, és ezt mindig jelzem a közlekedési tanácsadótestület felé is, és a rendőrség felé is. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy még hatékonyabban fogják tudni ezeket a veszélyes dolgokat megakadályozni. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát sokszor a rendőrségnél is hatékonyabb a nyilvánosság, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy nyugodtan, hogyha ilyet lát, akkor rögzítse. Mindenkinek ott van egy kamera, egy fényképezőgép a zsebében, a telefonja formájában, úgyhogy egy feljelentéshez nagyon komoly bizonyíték, de azt gondolom, hogy akár a nyilvánosság is, ugye a közösségi médiában, vagy akár médiafelületeken tessék megosztani azt, hogy kik ezek, milyen autók, és a többi, és akkor annak igenis van visszatartó ereje. Természetesen a rendőrségi bírságoknak is van visszatartó ereje, úgyhogy bízunk benne, hogy a rendőrség tovább szigorítja majd ezt. Azt, hogy kikerüljön oda, például a sárga fölfestés, azt simán el tudjuk intézni, én magam is intéztem legalább 3 ilyet már a városban, úgyhogy ebben nagyon szép képvisel azt, hogy joga van ezt kérni, a hivatal föl fogja festeni. Jó? Tehát semmi akadály nincs. És hogyha egyszer első kérésre nem történik meg, akkor tessék másodjára kérni, tessék nekem szólni, garantálom, hogy föl lesz akkor festve. Jó? Ha a közlekedési tanácsadó testületnek nincs ellene kifogása, de ha nem volt, akkor nem látom okát, hogy miért nem történt ez még meg. Meg fogjuk tenni, és köszönöm szépen. Krupécer Ferenc képviselő úr, második napirendeleti hozzászólás feltétlenül szükséges? Ezt most jelentettük, hogy csak egyet szeretnénk mindenkinek megadni. Nem szeretnénk precedens teremteni azzal, hogy Cseri Tamásnak nem engedjük meg, önnek meg igen. Jó, tehát ügyrendi? Parancsol? Ügyrendi a hozzászólás? Mert ha nem, akkor nem tudok adni most más. Éppen elmondtok a személyes szabályokat. Személyes érintettség miatt szeretnék felszólalni. Akkor parancsoljon személyes érintettség okán. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én megértem az ön dühét, de azért arra kérem, hogy a Cseri Tamás irányába érzett dühöt ne irányba engedje ki. Egyrészt, másrészt pedig én soha nem személyeskedtem itt a közgyűlésen önnel szemben, megkérem, hogy ön se tegye ezt. Annál is inkább, mert azt is elég furcsának találom, hogy azért, mert egy képviselő közli a bizottság ülésen, hogy költségvetés tekintetében tartózkodni fog a szavazástól, mert hétvégén nem volt itthon, nem volt ideje áttekinteni, ezért azt mondja, hogy tartózkodik. Ön ezt úgy értékeli, hogy leszavaztam. Ez elég furcsa a demokratától. Aztán azt is elég furcsa a demokratától, hogy egy titkos szavazás eredményét úgy akarja befolyásolni, hogy mutassuk meg egymásnak, hogy jó szavaztunk-e. Úgyhogy kérem, tartózkodj az életől. Köszönöm. Jó, én az igazmondás fontosságát, ha valaki azt hazudja, hogy valahogy szavazott, majd nem úgy szavaz. Ezt én erkölcstelennek tartom. Jó, köszönöm szépen, de rendben van, természetesen Cseri Tamás úr iránt nem érzek semmiféle dühöt, én nagyon örülök neki, hogy itt van és végzi a dolgát, amiért nyilvánvalóan nagyon jól megfizetik. Berényi Károly, a polgármester úr parancsolja. Köszönöm szépen a szót. Hát nem akarom én sem húzni ezt a parttalan vitát tovább, úgyhogy csak röviden annyi megjegyzésem lenne Cseri Tamás hozzászólásához, ami szerintem mindig minősíti őt is.
nem tudom, mindenki hallotta-e, vagy emellett el kell menjünk, hogy egymás világnézeti irányultságát azért nem kellene tényleg itt most elővenni, mert a város dolgait kéne inkább megbeszéljük, de azért amellett nem tudok elmenni, amit Tamás odafordulva a képviselőtársakhoz és az iroda munkatársai felé, hogy itt sok kommunista ül. Jó hallottam? Ezt mondta Péter Tamás. Ezért idézhetem Lenint. Hát szóval ilyen retorikai fordulatok, nem tudom, hogy ide valók-e, de minősíti, aki ezt használja. Úgyhogy köszönjük szépen, én ettől elhatárolódnék, hogyha szabad. És túl azon, hogy a kommunista szó nem szitok szó. Tehát egy világnézet, amit lehet, hogy sokan még mai napig is magukénak vannak, ezért mi ezt nem ítéljük el. És, de azt kikérem magamnak, hogy itt lekommunistázzon minket, és köszönöm szépen. És szintén nem is vettem magamra, a legtöbb kommunista a Fideszben ül. Nyilvánvaló. Tessék, hosszú lista van azokról, hogy kik voltak pártitkárok, akár a parlament elnöke, Kövér Lászlónak pártállami karrierje volt, milyen pártállami támogatással jött létre Stumpf úrnak a bábáskodása mellett annak idején a Bibusz, a kollégium és a Fidesz. Tehát nincs, én azt gondolom, hogy semmi titok nincs abban, hogy a legbensőségesebb viszonyt a kommunistákkal a Fidesz ápolja. Az teljes ellenzék, azt hiszem 28-szor szavazta volna meg a parlamentben a kommunista ügynökakták nyilvánosságra hozását, csak a Fidesz szavazott ellene, és miattuk nem nyilvánosak még az ügynökakták. Úgyhogy egy kommunista támogató párt van, ugyanaz, aki mellesleg a migránsokat is betelepíti Magyarországra, ez a Fidesz-KDNP. Befejeztük a napirend előtti felszólalásokat. Én két-három kérdésben szeretnék rövid tájékoztatást adni önöknek. Az egyik, hogy Hódműzővásárhely az egyetlen olyan megyejogú város, amely teljesen pártállami igazságtalan döntéshozatal vagy döntés nem hozatal okából valószínűleg éppen a országgyűlési képviselőnk ellen propagandája és ellenlobbizása okán, legalábbis a kisujját nem mozgatta meg az, hogy Vásárhely kapjon támogatást. Mi vagyunk az egyetlen megyejogú város, aki nem kapott rezsitámogatást. A kormány azt állította, hogy mindenki kapott, aki kért. Mi kértünk. A kormány azt mondta, hogy mindenki, aki elment a Balla Györgyel való tárgyalásra, az kapott, mi elmentünk, beadtuk a kérelmünket. Azt mondták, adóerő alapján osztották el ezeket a támogatásokat. A nálunk kétszer gazdagabb adóerőben bennünket legalább kétszer felülmúló azonos lakosságú Nagykanizsa 576 millió forintot kapott. A kormány, a Newsweek és az Süddeutsche Zeitung kérdésére maga sem tudott egyetlen egy választ sem adni arra, hogy Hódműzővásárhely miért nem kapott támogatást. Személyesen beszéltem Navracsics miniszter úrral, megígérte, hogy közvetít Lázár János felé, akit magam is kerestem több alkalommal ebben az ügyben. És azt mondta, hogy csak Lázár Jánoson múlik. Tehát, hogyha a képviselőről múlik, akkor azt kérjük, és kérjük együtt, hogy ne büntessen 43 ezer vásárhelyi polgárt, viselkedjen úgy, ahogy az országgyűlési képviselőnktől pártállástól függetlenül elvárható. A Hódműzővásárhelyi rászavazó 13 ezer embert is tessék képviselni, vagy 12 ezer valamennyit, hiszen őket is bünteti az, hogyha pártállami, igazságtalan módon Hódműzővásárhely nem részesül a minden településnek járó, mi adó fizetői pénzünkből kiosztott támogatásban. Úgyhogy felkérem a fideszes képviselő hölgyeket és urakat is, a város fideszes lakosságát is, hogy írják alá ők is a petíciók.com-on azt a városi kezdeményezésünket, hogy Hódműzővásárhely is kapja meg a neki járó támogatást. Hasonlóképpen Hódműzővásárhelynek Balla György miniszteri biztostól az úszószövetségig mindenki megígérte, hogy a mi úszodánk annyira fontos. Többek között az olimpikonjaink itt szoktak edzeni, az úszó válogatottunk ide jár edzőtáborba, hogy ennek az úszónának a fennmaradását a kormány támogatni ebben a rezsi helyzetben, amit elsősorban ők idéztek elő, támogatni fogja. Valaki közbelépett itt is, és valaki megakadályozta, hogy a nekünk megígért úszodai támogatást, azt megkapjuk. Annak ellenére, hogy Makón bezárt úszoda miatt a makói gyerekek is ide járnak, Szegeden kaptak 67 millió támogatást csak az előző negyed évre, ez még nem is a teljes, amit az úszodájuk kap, és mégis, amikor évvégén zárva voltak, akkor onnan is ide jártak, a szegedi sportolók is hozzánk, és valaki megakadályozta, hogy Vásárhely kapjon ilyen támogatást, ráadásul gyanunk szerint olyan valaki, akinek a gyereke maga is itt edz. Ez milyen erkölcstelen, gusztustalan dolog.
Ez kicsinyes politikai bosszú, s végtelen szánalmas. Úgyhogy kérjük a kormányt, kérjük Lázár János urat, hogy járjon közben, hogy az uszodánk is megkapja azt a támogatást, amit más települések uszodái megkapnak. Jó, tehát a petíció.com-on kérem, hogy támogassák önök is ezt. Egyben köszönöm Benkő Zsolt úr fölhívását, csatlakozását ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson a földadónk, a települési adónknak a feltételrendszere. Benkő Zsolt kérésére szeretném megerősíteni, hogy ezt nem a gazdálkodók, akik maguk művelik a földjüket, akik bármilyen formában már most is fizetnek adót ezután, hanem azok fizetik, akik, hogyha 5 évnél hosszabb időre adták bérbe a földjüket, mert nem maguk művelik, akkor semmilyen adót nem fizettek utána eddig, és most a jelenlegi földbérleti díjakkal ez valahol a 10-e és a 20-a között van az ők éves bevételüknek. Jóval kevesebb, mindegyszer negyede annak, mint amit az elmúlt 2 évben emelésként ők éves bérleti díjban megkaphattak. Tehát ezt a minimális anyagi hozzájárulást mindazok, akiknek kiadott, nem művel, inkább így mondom, saját maguk által nem művelt földje van, azok kérjük, hogy fizessék be. Megtehetik a bevallásukat még mindig. Azt kértük, hogy akkor január 31 helyett a következő 2 hétben, tehát február közepéig minden vásárhelyi földtulajdonos, aki mondom más módon nem fizet adót az ebből való jövedelme után, az most tegye meg azt, hogy ezt a 100%-ban a szegények támogatására fordított hozzárlást tegye meg, ez állampolgári kötelesség is, jótékonyság is, keresztény szellemről tanúskodik. Mindenkit kérek arra, hogy legyen ennyi belátással, így tud segíteni a város, amelyet a kormány büntet, inflációval és elvonásokkal is, kevesebb pénzt kapunk, nem többet, így tudunk segíteni a város szegényein. Én büszke vagyok arra, hogy egy ilyen szolidáris, szeretett kultúrájára épülő városban élek, ahol ilyen sok ember járul hozzá ahhoz, hogy a szegényeknek tudjunk segíteni. És végezetül szeretném, hogyha mindannyian fölháborodnának azon, hogy a sikeres, jól működő rendőrség által is bizonyítottan korrupciómentesen beszerzett városi autóbuszos személyszállítást megvédjük a hatóság zaklatásaitól. Az, hogy rendszeres immár a zaklatás annak idején az engedélybe vonásával, azóta lejárató kampánnyal, hazudozással, a szórólap, ami a múlt héten kikerült a postaládákba a Fidesz-KDNP részéről, teli hazugságokkal. Üresen járó buszok. Fölháborító hazugság. 100 millió forinton háborognak? Hát 120 millióba került a Volánbusz annak idején. Az a 120 millió, az 20 millió forintot hagy a vásárhelyek zsebében évente. Nem azt kell odaérni, hogy 100 millióba kerül, hanem hogy 20 millióval kevesebb, mint amikor a Fidesz szerezte be. Hogy hány milliót spóroltunk már a városi lakosoknak, nem beszélve arról, hogy nem 2 óránként, hanem óránként jár a busz, hogy olyan helyre is jár, ahova eddig nem jutott el. Hogy a béketelepről nem 4, hanem 20 buszjárat hozzaviszi az embereket a tramtrénre. Minden egyes járatunk 30 percen belül letesz még bárkit a tramtrén megállójánál, meg viszonnan haza. Jó, tehát az egyik legnagyobb vívmány. Az országban példátlanul sikeres. Ez a lakosoknak városkártyával ingyenes, óránkénti, optimalizált útvonalon járó, alacsony padrós, energiatakarékos, környezetbarát közlekedési mód. És szemben a tramtrénnel semmilyen biztonsági probléma nem merült föl. Soha, szemben a volánbusszal még soha nem robbantak le a körforgalmakban, meg az utak mentén. Hálát adunk érte. Jó, tehát csatlakozzanak önök is ahhoz a kiálláshoz, amit közösségi médiában sokan megtettek már, hogy nem kérünk a hatósági zaklatásból, nem kérünk a korrupt kormány beavatkozásából, hagyják a hódműző vásárhelyet szabadon fejlődni. Nagyon szépen köszönöm a napirend előtti hozzászólásokat, rátérünk a napirendi pontjainkra. Fejes Péter tájékoztatására szeretném megérezni, ez közel 1/2 órás nyereség ahhoz képest, amikor Fejes Péter szokott szólni, hogy most már fejezzük be a személyeskedést és az országos politizálást és érintettség okán való viszontválaszokat. Ünnepeljük meg azt, hogy el tudjuk kezdeni a napirendjeinket. Köszönöm szépen. Mindenki mástól megértést kérek, és szeretném hangsúlyozni, hogy Cseri Tamás korlátlan mennyiségben állok Cseri Tamás rendelkezésére, Lázár János és Orbán Viktor rendelkezésére is, nyílt vitákra, élőben közvetített vitákra, bármelyik rádió és televízió csatornán, közösségi médiában és személyesen is természetesen. Ez egy más kultúra.
Fő napirendi pontok közül az 1-es A napirenddel kezdünk, az önkormányzat 2023 évi költségvetési rendeletének elfogadása. Itt lesz egy rendeletünk két darab határozati javaslattal, és szeretettel köszöntöm az East Audit ZRT képviseletében Balognétasi Judit könyvvizsgálóasszonyt, illetve a munkatársát. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, őket is meg fogjuk hallgatni. Felkérem dr. Karsa Éva jegyzőasszonyt, ismertesse a bizottságok döntését. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A rendelettervezetet a pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, az ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottság 2 igen szavazattal egyhangulag, az oktatási, kulturális, sport és nemzetiségi bizottság 2 igen szavazattal egy tartózkodás mellett, a szociális és egészségügyi bizottság 3 igen szavazattal egyhangulag javasolja a közgyűlés számára elfogadásra. Az előterjesztés keretében van 2 határozati javaslat. Az első határozati javaslat a közös önkormányzati hivatal működési költségeihez való hozzájárulásra vonatkozik. Ezt a pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság 3 igen szavazattal egyhangulag, az ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottság 2 igen szavazattal egyhangulag, az oktatási, kulturális, sport és nemzetiségi bizottság 2 igen szavazattal egy tartózkodás mellett, a szociális és egészségügyi bizottság 3 igen szavazattal egyhangulag támogatta. A második határozati javaslat a közlekedés szervezői feladatok ellátásának finanszírozására vonatkozik. Ezt a pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, az ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottság 2 igen szavazattal egyhangulag, az oktatási, kulturális, sport és nemzetiségi bizottság 2 igen szavazattal egy tartózkodás mellett, a szociális és egészségügyi bizottság 3 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm. Most köszönöm. Felkérem Kurucz Roland irodavezető urat, terje meg a szóbeli terjesztését. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Az államháztartásról szóló jogszabályoknak, illetve a központi költségvetés szóló törvénynek és a kapcsolódó rendeletek megfelelően készítettük el önöknek a város 2023 évi költségvetés tervezetét. Ugye ezt a megszokott formában is melléketekkel küldtük meg az önök részére. Ugye összességében elmondható, hogy a tervezésre a legnagyobb kihívást a kamat, energia és a bérköltségek jelentős emelkedése jelentette, amelyet sajnos nem követett ehhez hasonló mértékű bevételnövekedés. Ugye 3 héttel ezelőtt tartottunk itt egy részletes tájékoztatót önöknek a várható működési bevétel és kiadási főszámokról, így ahol nem történt változás, a részletekben most nem mennék bele, csak megemlíteni a főbb számokat. Így például nem történt változás számos tételni a működési bevételek esetében, továbbra is 3,7 milliárd forint adóbevétellel, nagyjából 1 milliárd forint egyéb saját bevétellel, illetve 2,8 milliárd forint állami támogatással számolunk. Ugye ez utóbbi egy közel 5%-os csökkenés jelent az előző évhez képest. Ennek oka, hogy az adóerőképességen alapuló támogatás elvonás összege nagyjából duplájára emelkedett. Ugye ez azt is jelenti természetesen, hogy a költségnövekmények az önkormányzatnak gyakorlatilag a saját bevételeiből kellene fedeznie, amelyek viszont csak csekély mértékben emelkedtek. Ugye ennek a kompenzálására beterveztünk egy 600 millió forintos állami rezsitámogatást, ugye ez nagyságrendileg megfelel a hódmezővásárhelyhez hasonló méretű települések részére januárban megítélt összegnek. Ugye mindezekkel együtt egy ilyen 9,1 milliárd forintos működési bevétel szerepel a költségvetésben. A kiadási oldalon történtek kisebb változások. Az elmúlt pár hétben folytattunk még a céges és intézményi egyeztetéseket, amelyek eredményeként a dolgi kiadásokat sikerült még lejjebb faragni. Ezáltal csökkent a működési hiány összege is. Azonban a működési kiadások teljes összege, ha ide veszük a Zsigmondi hiteltörlesztést is, még mindig elérik a 9,9 milliárd forintot. Vagyis látható, hogy a 600 millió forintos állami támogatás mellett is még egy közel 766 millió forintos hiányról beszélhetünk. Ugye ezek egyik legfőbb oka az energiára kedvezőtlen alakulása. A január hónapra érvényes árakkal számolva, és a tavalyi fogyasztási adatokkal, illetve a tervezett megtakarítással együtt egy olyan 2 milliárd forintot is megközelítheti a közüzemi kiadások teljes összege az önkormányzat és cégei tekintetében. Ugye az elmúlt időszakban történtek olyan változások, piaci folyamatok, amelyek ezt mérsékelhetik. Ugye például az áram és gáz tőzsdejére valamelyest csökkent, illetve az enyhébb tél miatt kevesebb a fogyasztás, de sajnos ezeket a pozitív hatásokat ellensúlyozza, hogy a rendszerhasználati díjak újból megemelésre kerültek. Ez tavaly is több alkalommal történt. Hogy egy konkrét számot mondjak, csak a közvilágítás esetében, amely teljes áramfelhasználás nagyjából ötödét teszít ki, az önkormányzatnak 75 millió forint rendszerhasználati díjat kell fizetnie. Ugye ezt, ha nézzük a teljes közszolgáltatásra, illetve a cégintézmények, ez egy több százmilliós tétel.
Ugye a másik jelentős kiadása az adósságszolgált, vagyis a hitelekhez kapcsolódó kamat és tőketörlesztés. Ez lényegében az önkormányzatnál olyan 750 millió forintot tehet ki, az idei évben a cégeknél pedig több mint 500 millió forintot. Viszont amiről még nem esett szó a tájékoztatóban sem, hogy ez a bérköltségek változása. Ezek ugyan kisebb mértékben emelkedtek, mint az előző két tétel, de a gyakorlatilag a kulturális ágazat kivételi az állam ez nem nyújtott többletforrásokat. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér, garantált bérminimum és az ágazati bérpótlékok változása következtében egy kb. 200 millió forintos éves többletkiadása keletkezik az önkormányzatoknak. Ugye ennek eredményeként a kötelező feltálltó intézmények, mint a bölcsödék, óvodák, múzeum, kapcsolatközpont működtetéséhez az önkormányzatnak az állami támogatásokon felül mintegy 1 milliárd forint önerőt kell hozzátennie. Ugye hasonló számot láthatunk a városüzemeltetés esetében, és ott az 1,3 milliárd forintos tervezett kiadáshoz képest alig van, mivel több mint 300 millió forintos normatíva társul. Itt néhány fontosabb működési kiadási tételt emelnék még ki a költségvetésből. Így például segélyekre 127 millió forintot terveztünk be, a 2023 évi helyi tömegközlekedésre 70 millió forintot, civil szervezetek és sportegyesületek támogatására hasonlóan a tavalyi évhez egy 41 millió forintot, nagyobb tétel még a gyerekétkeztetéshez 632 millió forinttal szerepel a költségvetésben, illetve 524 millió forintot tehet ki az önkormányzati cégek vesztesége miatti pótbefizetés összege. A működés mellett igen jelentős összeg szerepel a költségvetésben a felújítási és beruházási sorokon is, több mint 7 milliárd forint. Természetesen ennek legnagyobb része közel 5 milliárd forint pályázati forrásokból, illetve kisebb részben ennek a előfinanszírozását szolgáló hitelből kerülne megvalósításra. A saját erős fejlesztések összege kb. 1,4 milliárd forint, ebből is kiemelt néhány fontosat. Ugye gyakorlatilag önkormányzati ingatlanok a nagyjából 400 millió forintot, utak, járdák kialakítására, fejlesztésére nagyjából 160 millió forintot, játszóház kialakítására 80 millió forintot, játszótéri eszközökre 30 millió forintot tervezünk az idén költeni, illetve szerepel még egy közvilágítás fejlesztés, és amire 150 millió forint saját bevételt tervez önkormányzat fordítani. A saját erős és pályázati források mellett hitelből való fejlesztések is szerepelnek a költségvetésben 610 millió forint összegben. Ugye ezek legjelentősebb része az önkormányzati épületeket érintő energetikai korszerűsítéshez kapcsolódnak, ugye mert megtakarításokat várunk. 100 millió forint a közvilágítás korszerűsítéséhez, illetve további 100 millió forint pedig a Tótmalom utcai útépítéshez kapcsolódik. A fejlesztések, beruházások mellett egyéb felhalmozási célú kiadások is szerepelnek nagy összegben a költségvetésben. Ilyen például a 20 millió forintos munkahelyteremtő támogatás, a 30 millió forintos támogatási keret a helyi védett épületek felújítására, valamint az Andrássy 9 társasház felújítására elkülönített 37 millió forint is itt található. Összességében a költségvetés tartalmaz még egy 1 milliárd forintos likvid hitelkeretet, hasonlóan a korábbi évekhez, ugye ez még nem került felhasználásra, csak egy biztonsági hálót jelent az önkormányzatnak az átmeneti likviditási problémák kezelésére, valamint a költségvetésben van még 67 millió forint általános tartalék és 77 millió forint céltartalék, ez utóbbi biztosít fedezetet a 30 millió forintos egyéni választókerületi alaphoz. Mindezek együtt a költségvetés bevételi és kiadási főszege 18,2 milliárd forintban kerülne megállapításra. Az előterjesztés ez egy technikai hozzáfűzést tennék, hogy a szöveges előterjesztés 20. oldalán egy kis elírás történt a szociális jellegű kiadásoknál, mégpedig a segélynél, az időskorúak támogatásánál a jövedelem határnál a tavalyi összeg került feltüntetés, és a 10 000 forintos összeg, ami tavaly volt még érvényben, de hogy írni ez már 15 000 forintra emelkedett. De ez csak tájékoztató információ, nincs hatása a segélyek kifizetésére. A költségvetéshez tartozik még két darab határozati javaslat. Az egyik a mártéi önkormányzat hozzájárulásának a jóváhagyását tartalmazza a képviselőtestület által. Ugye január 30-én aláírásra került egy megállapodás a két település között, amely 8 millió forintban állapítja meg mártéi község önkormányzatának működési támogatását a polgármesteri hivatal felé. A kettes számú határozati javaslat pedig a helyi közlekedéshez kapcsolódik. Ennek értelmében 70 millió forintban állapítja meg az önkormányzat a HVS ZRT, mint közlekedő szervező részére az idejévi támogatási összeget. Kérem a tisztelt közgyűlés, hogy az előterjesztéseket vitassa meg és hozzon a döntését. Köszönöm. Én is köszönöm. És akkor ezek után kérdezem a képviselőket, hogy van a kérdés hozzászólás.
Köszönöm. Még mielőtt a hozzászólásokhoz érkezünk, akkor szeretném a könyvvizsgáló asszonyt felkérni, úgyhogy Balogni Tasi Judit könyvvizsgáló asszonyt az East Audit ZRT-től, hogy ehhez a mikrofonhoz kifáradva, és kérem kollégánkat, hogy állítsa be a mikrofont a megfelelő magasságra. Kérem szépen a könyvvizsgáló asszonynak a véleményét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő, hölgyek, képviselő urak. Köszönöm a lehetőséget. Első évben történt az meg, hogy Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzatának a költségvetését, illetve a költségvetés rendelettervezetét vizsgálhattuk. A vizsgálatunk során megismerkedtünk azokkal a körülményekkel, ahogyan Hódmezővásárhely önkormányzata dolgozik és összeállítja a költségvetési rendelet tervezetét. Ennek megfelelően végeztük el a könyvvizsgálatunkat, illetve a hatályos jogszabályokban előírt könyvvizsgálati sztenderdek alapján. A könyvvizsgálati vagy a költségvetési rendelet tervezett összeállításának az alapja, hogy olyan felvetéseket, olyan becsléseket, olyan információkat gyűjtsenek össze, ami alapját képezheti ennek a rendelettervezetnek az összeállításához. Ezt voltunk hivatottak mi ellenőrizni. A vizsgálat hatóköre kiterjedt a jövőre vonatkozó pénzügyi információk ellenőrzéséről szóló könyvvizsgálati standard alapján előírtaknak, és ez alapján a megfelelő bizonyosságot kellett szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet tervezett megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot szereztünk arról, vagy kellett szereznünk arról, hogy mindezeket az adatokat a felvetésekkel összhangban készítették el. A könyvvizsgálat következtetése az elvégzett vizsgálat alapján az, hogy a rendelettervezetben annak előterjesztésében bemutatott feltevésnek és azokat alátámasztó bizonyítókoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat véleménye szerint a költségvetési rendelet tervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, és bemutatásra, előterjesztésre a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor. A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendelet tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Ugyanakkor fölhívja a könyvvizsgálat a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelet tervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információnak későbbi módosításait. Jelen jelentésünk a közgyűlés tájékoztatására szolgál, és annak felhasználása csak a hatályos jogszabályok szerint lehetséges. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntjük, és kihasználom az alkalmat, hogy tudomásom szerint első alkalommal végzettek hasonló vizsgálatot itt nálunk. Ugye tavaly egy közbeszerzés során választottuk ki az East Audit ZRT-t, és nagyon köszönöm, hogy pályáztak, és hogy ellátták ezt a feladatot. Sok más város és megyei önkormányzatnak végeznek hasonló szolgáltatások, és a legkedvezőbb árat nyújtották be, amivel a Hódmezővásárhelyre ismét csak sok milliókat spórolt. Köszönjük szépen, és köszönjük a munkájukat. Köszönöm szépen. És akkor most a hozzászólásokhoz érkeztünk. Benkő Zsolt képviselő a parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak, tisztelt közgyűlés. A költségvetések kapcsán van néhány részrevételem. A legutóbbi rendkívüli közgyűlésen már ugye ezeket döntő többségében elmondtam. A fejlesztésekkel kapcsolatosan úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy
jó néhány olyan fejlesztés, amit tartalmaz a költségvetés, illetve ugye a 2023 költségvetés, úgy gondoljuk, hogy nincs itt az ideje ezeknek a fejlesztéseknek az elvégzésére. Hogyha gazdasági nehézségekről beszélünk, még pedig kell beszélünk gazdasági nehézségekről, ez ugye a Magyarország, illetve a Hódmezővásárhely gazdaságát is érinti, így kifoghatni az önkormányzat működésére, tevékenységére. Úgy gondolom, hogy a beruházások szükségesek, de nem most, nem 2023-ban, ezért nem tartom elfogadhatónak a költségvetést, akár a városháza felújítás kapcsán, akár a útépítések kapcsán. Úgy gondolom, hogy ezek elhalaszthatók lennének, de például ilyen a torony díszkvilágítása is, amely közel 20 milliós tétel, jól emlékszem, 19 millióra lőtték be. Ennek ellenére, hogy ezt mondom, inkább úgy gondolom, hogy azokkal a kérésekkel kéne foglalkozni, amit a lakosság az önkormányzat felé, vagy a települési képviselőn keresztül eljuttat önök felé. Ezért indítványoztam egy önálló képviselő indítvány többek között a közvilágítás fejlesztése kapcsán. Tehát inkább úgy gondolom, ezzel kellene foglalkozni, mint azzal, hogy 20 millió forintból kivilágítsuk a toronyt, vagy városháza tornyát. Úgyhogy ennek az átgondolását kérem, és visszatérve a Joványbuszra, az előbb ugye beszélgettünk róla, én nem akartam még egyszer felszólalni, hogy betartsam azt a kérést, amit polgármester úr a irányunkban eljutatott, és egyszer szólaljunk föl, hogyha egy vizsgálat során nem találnak semmi hibát, akkor lesz Joványbusznak egy papírja arról, hogy nincsen hiba. Hát ebben mi a probléma? Szerintem semmi probléma nincsen. Tehát ugye ezzel kihúzzák a méregfogát az egésznek, tehát ezzel nem tudom, nem hiszem, hogy föl kellene háborodni. A közétkeztetés kapcsán ugyanez a véleményem, tehát ellenőrzik a közétkeztetőt, nem találnak hibát, van róla papír, hogy nincsen hiba. Nem tudom, miért kell ezzel fölháborodni, minden hatóság végzi a munkáját. Az, hogy ön mit terjeszt erről, az természetesen más kérdés. Úgyhogy a fejlesztésekre visszatérve, én azt szeretném kérni, hogy ezek a fejlesztések ne legyenek megvalósítva 2023-ban. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban erre nincs mód, és mindenképpen ennek az átgondolását kérem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást. Rövid reakció, egyetértek azzal, hogy a hatóságok végzik a munkájukat, de amikor irdatlan, még az unió által is föltárt lopások, csalások vannak, ami ellen a kormány nem tesz semmit, tisztességes vállalkozókat pedig az átlagnál tízszer többször ellenőriznek, akkor óhatatlan azt látjuk, hogy itt politika van a dologban, hogy a fideszes tolvajokat nem ellenőrzik, a becsületes ellenzékieket pedig agyon ellenőrzik. Szeretném, hogy a hatóságok politikától függetlenül végeznék a dolgokat, és például, ha már itt tartunk, akkor a tramtrénnél sorozatos minőségi és biztonsági problémákat kivizsgálnák. Tehát az, hogy ott lassulj el a híd előtt, a hídon való fékezés, biztonsági problémát jelent, megsúlyedő töltés, biztonsági problémák jelent, oda-vissza cserélt, használt és nem használt sínek, biztonsági nyitott sorompókkal közlekedés, biztonsági problémát jelent, nincsen kapaszkodó a tramtrén középső részében, biztonsági problémát jelent, leszakadó felsővezeték, tönkrevendő biztonsági berendezés és a többi, ezek mind-mind óriási problémák, ott lenne mit vizsgálni. Most hallottam éppen sajnos újra a kerékkopás, sinkopás és a többi problémáit, volna mit vizsgálni. Jó? Én nagyon örülök annak, hogyha Jovány Gyula betartja a szabályokat és ezt ellenőrzik. Szeretném, ha mindenkit hasonló alapossággal ellenőriznének. Köszönöm. A beruházásokkal kapcsolatosan azt gondolom, hogy maximálisan azokat a beruházásokat végezzük, ami a város lakosságának az igényére fogalmazott meg. Nyilvánvaló a költségvetés, ahogy hallhatták is, ezzel a jelenlegi számokkal összeállt. Hogy mire van és mire nincs fedezet, ebben a költségvetésben tehát van fedezet ezekre a fejlesztésekre. Ön azt mondja, hogy szükségesek, de nem idén. Ott van a fedezet, ott van a fejlesztés. Mi azt látjuk, hogy meg tudjuk csinálni. Ha nem tudjuk megcsinálni, akkor nem fogjuk megcsinálni. Tehát attól ne féljen képviselő úr, hogyha valami, ha nem tudjuk megvalósítani elég abból, akkor nyilvánvalóan nem fogjuk megvalósítani. Valójában az útépítéseink, amiket most kifogásra le akarnánk állítani az útépítéseket, hát sajnos korlátozott erőforrások miatt az keleténél mindig kevesebb utat építettünk és újítottunk föl. Szerintem erre van lakossági igény. Szerintem tényleges lakossági igény van ezek mögött az útépítési projektek mögött. Ahogy én azt látom a lakosság részéről, hogy arra is van igény, hogy ne hújjon a fejük a városháza, hogyha bejönnek az ügyeiket intézni. Tehát szerintem erre abszolút van lakossági igény. Ahogy ön elmondta, a közvilágításra is óriási lakossági igény van, és szerepel is
az idei költségvetésben biztos észrevette, mert néhány százmilliós elég jelentős tétel, a közvilágítás rendbetétele, ahogyan is mondja, erre is van lakossági igény. Jó, tehát nagyon nagy munkával összeállítottunk egy költségvetést, amiből rengeteg mindent ki kellett húzni, hiszen a városnak éppen a kormány politikájának megfelelően nem több, hanem kevesebb pénze van, mint tavaly. Hogy a kormányzati normatívákat nem emelték, az elvonást tőlünk viszont igen. Vásárhelytől plusz 150 millió forintot vesznek el szolidaritási hozzárulás néven, miközben mi az egyik legalacsonyabb adóerői város vagyunk. Nyilvánvalóan nem értünk vele egyet, és felháborítónak tartjuk az önkormányzatiság csorbulásának, tartom személy szerint is. Ez van. Tehát magyarul, ami ebben szerepel beruházás, az lakossági igényre történt, és meg tudjuk fizetni. Ott a fedezet a költségvetésben. De jogos, és köszönöm szépen az aggodalmát. Köszönöm. Dr. Kis Andrea, a polgármester asszony, parancsoljon. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, hát az elmúlt évtized, több mint egy évtizedben rengeteg költségvetését láttam már Hódmezővásárhelynek. Annak azért örülök, hogy a Fidesz részéről nem olyan módosító érkezik, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt, hogy adjunk 1 milliárd forintot mondjuk a kórháznak, mert hogy azért ilyen is volt. És valóban egyet kell érteni azzal, hogy a lakosok igényeit kell figyelembe venni. Én pusztán szakmai szemmel mondanám el a véleményemet. Nyilván az önkormányzat mozgástere rendkívül szűk. Ami a elmúlt 13 évben tudatosan megkezdődött a Fidesz kormányzat részéről, az folytatódik, mégpedig az önkormányzatok kivéreztetése. Egyes önkormányzatok megsegítése, más önkormányzatok figyelmen kívül hagyása. És sajnos ez az, ami nyilván egy kényszerpályára helyezi az önkormányzat vezetését. És bizony, hát láthatjuk, hogy van néhány rendkívül magas kockázatú bevételi előirányzat is a költségvetésben. De mondom, az elmúlt 13 évben nagyon-nagyon sok költségvetést láttam, és nem ilyen típusú magas kockázatú bevételi előirányzatokat láttam. Szerintem a túlsó padsorokban ülők pontosan emlékeznek erre. Ilyen esetekben nyilván gyakorlat az, vegyük a 600 milliós vélelmezett rezsitámogatást, hogy bizonyos kiadási előirányzatokat zárolunk addig, ami mondjuk nem hitelből, nem pályázatból valósul meg. Én azt gondolom, hogy Kurucz Roland irodavezető és munkatársainak munkája az garancia arra, hogy a likviditás 2023 évben folyamatosan biztosított lesz. Nyilván itt lehet vitatkozni, hogy kinek melyik beruházása fontos, melyik az, amit most föltétlen meg kell csinálni. Ezen lehetnek nézeteltérések, de azt azért láthatjuk, hogy a működtetésen túl nagyon szűk mozgástérrel dolgozik az önkormányzat. Érdemi előrelépésnek látom azt, hogy a kulturális területen végre hosszú-hosszú évek után az egyébként rendkívül alulfinanszírozott területen legalább a bérekhez sikerült most valamennyiben hozzájárulni. Itt az elmúlt évekhez képest azért előmozdulás látható. A napok óta tele van a sajtó, hogy eladósítja polgármester úr a várost. Azért azt tegyük tisztába, hogy ezek a hitelek, illetve hitelfelvétel azért szerepel a költségvetésben, mert hogyha nem kerül bele, akkor a naptári évben erre nem kerülhet lehetőség, úgyhogy amikor majd konkrétan hitelfelvételről kerül sor, az úgyis a közgyűlés elé fog kerülni, és nyilván a megvalósíthatósági tanulmányok alapján megalapozott döntést tud minden képviselő hozni ez ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a konstruktív hozzászólást a polgármester asszony részéről. És köszönöm, azt is emlékeztetett bennünket néhány dologra, többek között az 1 milliárdos javaslat a kórházba, hogy engedjük-e Márté tartozását és hasonló bájos jelenetekre a most az adósság és egyéb miatt aggódó fideszes képviselők részéről, akik annak idején ezeket nem csak, hogy nem kifogásolták, hanem maguk nyújtották be. Őket akkor én is szeretném emlékeztetni arra, hogy például több százmilliós fiktív bevételeket vártak a városi televíziótól, akinek nem is volt pénze meg bevétele, de a költségvetésbe betették például annak idején az önök által elfogadott költségvetésbe, ahogy annak idején betettek olyan strandtól szintén több százmilliós bevételt, egy veszteséges, 500 milliós veszteséggel működő strandtól, de azok a trükkök százai, amikkel itt Lázár János és utódja idején a
összeeszkáváltak egy költségvetést, amikor december 31-én téves utalás néven hirtelen megérkezett egy jelentősebb több százmilliós összeg, amit január 1-én visszaadtak csak azért, hogy a december 31-ére vissza tudják adni egy napra azt a likvid hitelt, ami törvény szerint nulla kell legyen az év utolsó napján. Tehát ezek a trükkök százai hozták össze annak idején a költségvetés egyensúlyát. Jelen pillanatban ez a költségvetés egyensúlyban van. Az egyetlen, itt mások által már megnevezett kockázat az, hogy a kormány fog-e adni Vásárhelynek annyi pénzt, amelynek legalább a kétszeresére járna. Tehát ha a fele ilyen tehetős, bocsánat, a kétszer ilyen tehetős, kétszer ilyen gazdag, fele ennyire rászoruló, nagykondisai önkormányzat 576 millió forintot kapott, ráadásul ellenzéki többségű képviselőtestülettel megjegyzem, akkor semmi oka nincs, hogy a kormány ne adjon ennyit, vagy kétszer ennyit Hódműzővásárhelynek, amelynek fele ekkora a saját adóbevétele. Tehát ez a pénz, ez nekünk jár. Éppen Cseri Tamás fölhívására emlékeztettem őt, hogy két évvel ezelőtt is bekerült az önkormányzat költségvetésébe egy ilyen 600 milliós tétel, ugyanígy remélve, hogy a kormány majd tisztességesen megadja a vásárhelyeknek, ami jár, és akkor megadta. Akkor Lázár János sem tudta megakadályozni, hogy Hódműzővásárhely megkapja azt a pénzt, ami jár. Most is csak Lázár János tudja megakadályozni ezt. Én remélem, hogy a vásárhelyiek lesznek annyira bátrak és szókimondóak, hogy képviselő úr nem meri megtenni azt, hogy megakadályozza, hogy Vásárhely megkapja azt a pénzt, ami nekünk jár. Csak ezen múlik, hogy a város költségvetése ebben az esetben kiegyensúlyozott lesz, vagy nem. De megint csak mi napra készen fizetünk. Az önök idejében sok milliárdos kifizetetlen számlamennyiség volt itt. Lehet úgy is egyensúlyba hozni a költségvetést, hogy itt van, most ezt elfogadjuk, hogyha nem jön meg ez a 600 millió, akkor 600 milliónyi számlát majd nem fizetnénk ki, ugye? Önök ezt csinálták. Én természetesen azt gondolom, hogy erre azért nem fog sor kerülni, mert lesznek olyan fejlesztések, ahogy sajnos az előző évben is, ugye a kempinget terveztük, hogy szeptemberben befejeződik, lehet, hogy 95% készültségnél tart, de még nincs teljesen kész, tehát vannak olyan számlák, amik még nincsenek adott esetben kifizetve. Nos, hasonló minden évben a fejlesztéseinkkel előfordul, ahogy alpolgármester asszony mondta, ahhoz be kell tegyük a költségvetésbe, hogy egyáltalán tudjunk közbeszereztetni és szerződést kötni rá, de ha tényleges beruházás elvégzése egyébként tervezetten, megjegyzem, nem készül el 31-ig, akkor az kifizetésre a jövő évbe kerül csak. Tehát ez egy nem hivatalos tartalék a költségvetésben, de évről évre az a tapasztalatunk, hogy igen, jelentős összegek vannak, amik az adott évben szeretnénk, de azért nem tudjuk kifizetni, mert nem készült el teljesen, nem volt elszámolva még teljesen a munka. Ha két éves beruházás indul, már az első évben ott kell legyen a teljes összeg a költségvetésben ahhoz, hogy elindíthassuk az eljárást, hiába tudjuk, hogy majd csak a második év végén fogjuk kifizetni. Jó, tehát ezt is vegyék figyelembe, ezáltal valóban ez egy szerintem nagyon megbízhatóan tervezett költségvetés, összességében kimondva. És azt szeretném elmondani természetesen, hogy amennyiben likviditási problémája lesznek a városnak, akkor az állami energiacégek többek között rendszerhasználati díj számlái lesznek azok, amelyeket esetleg majd kérünk a kormánytól, hogy ne kelljen kifizetni, hiszen az csak is kizárólag a kormány politikája miatt sújt minket. A rendszerhasználati díjat a kormány önkéntesen emeli, valószínűleg nem az állami áramszolgáltató miatt, hiszen annak a veszteségeit sajnos fölvállalták, akkor, amikor például a kötött lakossági árból csökkentették az államnak járó áramdíjat, és növelték a Mészáros-Lőrincnek járó rendszerhasználati díjat. Azon sem fogunk meglepődni, hogyha jelenleg a városnak szolgáltató Vodafone, amely egy közbeszerzésben nyerte el, és nekünk jelentős megtakarítást okozott ugye a városnak a telekommunikációs feladatait. Most, hogy állami kézbe került, sajnos el tudom képzelni, hogy az árakat jelentősen meg fogja emelni, a lakosok már tapasztalták is. Jó, tehát, hogy amikor fideszes kézbe kerülnek ezek a szolgáltatók, akár a trafik, akár más rendszerhasználati díj, telekommunikáció, akkor valamire azt látjuk, hogy hirtelen a saját zsebükret már rögtön fontosabbnak érzik, mint az állami közös költségvetést, és hirtelen ott emelkedések lesznek. Ilyenre nyilván lelkileg fel vagyunk készülve. Galambos Kornélné, képviselőasszony, parancsoljon. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A költségvetésben van egy játszóház betervezve 80 millió forintért tehát játszóház kialakítása, és az lenne a kérdésem, hogy ez a játszóeszközök átadását, amit egy 50 millió forintot tesz ki, amit egy cég ajánlott fel Hódműzővásárhelyi Önkormányzatának, hogy ezt tartalmazza-e már ez az összeg?
Igen, ez két külön tétel. Tehát van egy 80 millió mikroköltségvetésünkben, és van egy 50 milliós felajánlás egy cég részéről. Ha jól értem, akkor 130 millió forintba fog ez a játszóház kerülni, hogy természetesen igen. Szerintem évek alatt még akár többe is. Kell tudni, hogy az 50 millió forint az csak önmagában egy beltéri játszó tér. Tehát abban nincs benne például az épület kialakításának a költsége. Sajnos itt megint egy olyan épületről van szó, amit sok 100 millió forintért annak idején felújítottak, és ehhez képest a torna termében eső idején hull a víz. Leesett a falról a vakolat, és a többi. Tehát egy nagyon rosszul, hibásan kivitelezett, de valamiért garanciát soha nem érvényesített kivitelezéssel szemben. Például az épületet kell majd olyan állapotra hozzuk, hogy az a játszóeszköz, egy beltéri játszótér, az működni tudjon ott. Tehát magyarul ez csak a játszótér költsége az 50 millió, a többi, az a többi helyiség kialakítása, más eszközökben, gyermekváró öltözők, akadálymentesített bejárat, beázás megszüntetés, fal renoválás és a többi. Tehát ez valójában így van, ahogy ön mondja, ez egy külön tétel. Köszönöm szépen. Cseri Tamás képviselő. Köszönöm a szót. Először is szeretnék érdeklődni polgármester úrtól, hogy a demokrácia leépítése az most hol is tart pontosan, hogy csak napirend előtt nem lehet viszont választ adni, vagy ilyenkor, ha esetleg ön elkezd hazudozni, hogy szokott, tudok-e majd rá reagálni? Én is szoktam, amikor ön teszi ezt. Parancsoljon. Na, tehát akkor tudok, hogy esetleg olyat van. Nyugodtan. Jó, köszönöm szépen. A költségvetéssel kapcsolatban itt elég mosolyogva figyeltem, mikor a polgármester úr fiktív költségvetésről beszélt a Fidesz kapcsán. Hát az öné, mi hogyha nem fiktív, mikor 600 milliós olyan tétel van benne például a bevételi oldalon, amire az ég egyvilágon semmilyen jogszabály nincs, hogy be fog folyni, semmilyen hivatalos ígéret, nincs mire hivatkozni, hogy az miért járna. Tehát nem is értem, hogy ilyet hogy lehet egyáltalán betervezni. Ráadásul, hogyha visszamegyünk arra, hogy a tervezett beruházás, miket találunk, például a Tóth Malom és a Budi büfé, az negyedik éve benne van minden költségvetésben, minden évben meg van ígérve, egyébként teljesen felesleges beruházások, és ezzel be is áraszt a polgármester úr azt a kommunikációs hadjáratot, amit a kormány ellen folytatott, hiszen pár hónappal ezelőtt még arról beszélt, hogy nyáron becsődölhet az önkormányzat, nagyon nagy bajok vannak. Erre föl most megint azt látjuk, hogy 60 millió forintért beterveztetett egy büfét a Városháza elé, aki nem hódmezővásárhely, annak elmondom, hogy 200 méteres körzetben legalább 3-4 büfé van, és most itt a gazdasági bajok idején, mikor a polgármester úr kétségbe esetten csapkodott még pár hete, hogy miért nem kap pénzt, 60 millió forintot egy büféépítésre szánt, aminek abszolút nincs értelme. Ilyenkor persze felvetődik az emberben, hogy melyik havernak kell ez a büfé, hiszen eddig megláttuk már az utóbbi néhány évben, hogy mikor az önkormányzat hitelből beruházást folytatott, mindig vagy valamelyik rokon, vagy valamelyik barát járt jól. Úgyhogy nagyon érdeklődve figyelem majd, hogyha megépül a büfé, akkor melyik jó barát vagy kampányember, esetleg rokon fogja üzemeltetni, mert biztos vagyok benne, hogy itt valami ilyesmi van a tapasztalataim alapján. A Tóth Malom utcája is meg lett ígérve már jó párszor. Nem mondom azt, hogy felesleges és teljesen értelmetlen az az utca. Úgy gondolom, hogyha az városnak megbízható a pénzügyi háttere, bátran nézhetünk előre, akkor lehet ilyen beruházásokat folytatni. Jelen pillanatban én nem hiszem, hogy erre lenne kerete a városnak, hiszen eddig azt hallottuk, hogy a rezsit sem nagyon tudjuk kifizetni. Itt visszautalnék arra egyébként, hogy mennyire komolyak ezek a kommunikációs hadjáratai polgármester úrnak. 3 hete indította a hivatal, ráadásul még nem is magánszemély, hanem a polgármesteri hivatal azt a petíciót, ahol kérte az embereket, hogy álljanak amellé, hogy a kormány miért nem támogatja a várost, és támogassák meg így legalább ezen a fronton a várost. Nem találtak 3 hét alatt 300 vásárhelyi embert, aki hajlandó lett volna a nevét adni ez a bohóckodáshoz. Tehát azt hiszem, hogy nem én árazom be a polgármester úr kommunikációját, meg ezt a csapkodást, hanem a város lakossága, hiszen ha valóban úgy éreznék, hogy polgármester urat miért tanul támadja a kormányzat és nem segíti, akkor nem 300 ember írta volna alá, hanem 3000 vagy még több. Erről szó sincs. Én azt hiszem, az a legjobb, mikor a lakosság mondja ki valamiről a véleményét, és itt ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy elég beszédes a város lakosságának a véleménye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban én is úgy gondolom, hogy jóval több, mint 300 emberre kellene aláírni. Én biztos vagyok benne, hogy csak a fideszes támogató szavazatoknak is több, mint 300-nak kellene lenni. Nem örülök annak, hogyha van vásárhelyen olyan, aki elfogadja a korrupciót, a lopást, a migránsbetelepítést, a kommunista ügynök akták titkosítását, de nem tudjuk őket meggyőzni, hogyha folyamatosan az ellentétét hallják a rádiókból. Úgyhogy
Nyilván nagyon jó lenne, hogyha hatalmas tömegek követelnék ezt velünk együtt. Attól még az igazság marad, az erkölcsi fölény marad. Jézus Krisztust annak idején megfeszítették, 300 év múlva államvallás lett a kereszténység. Lehet, hogy lassú vízpartot mos, lehet, hogy előbb-utóbb a magyarok is rájönnek arra, hogy ha tolvajokat választanak meg, akkor ők folyamatosan egyre szegényebbek lesznek, a tolvajok meg egyre gazdagabbak. Az, hogy pillanatnyilag ennek a kultúrának nincs többsége, az nem azt jelenti, hogy nem ez az egyetlen kiút Magyarország borzasztó, nyomorúságos helyzetéből. Ön kétségbe esetten próbálja itt azt bizonygatni, hogy bármiféle korrupció van a Városházán, több feljelentést is tettek már, soha semmilyen korrupció föl sem merült. Soha. Mindig csak nyílt verseny van, tisztesség, becsület és hatékonyság, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk. Ez ön tudom, hogy zavarja, roppantul zavarja, hiszen annak idején a Kálmán Pál, Parag István, Maceka Tibor hármas kapott szinte minden beruházást Hódmezővásárhelyen. Hogy tudták úgy beszereztetni, hogy mondjuk a Maceka Tibornak három cége, vagy kettő cége plusz még egy vendéglátó cég pályázott. Csak. És a három ajánlatból a Maceka, egy Maceka kettő és a Bónus István cégeiből nagyszerűen ki tudták hozni a győztest. Hogy tudták azt itt megszavazni a közgyűlésben, amikor Parag István akarta átvenni a hulladék, a személyterepet a városnak, a várostól, ha úgy tetszik. Akkor 50 millióra odaadtak valamit, amit még a többségi tulajdonossal kötött szerződésben is legalább 200 milliót ért volna. De önök itt megszavazták, hogy 250 millióra, 150 milliós veszteséggel adják el nekik. Jó? Tehát ez a mindenhez értő és minden közbeszerzést, minden beszerzést megnyerő Lázár baráti kör. Igaz? És önöknek ezek után van kifogás attól, hogy például Kálmán Pál nálunk is megnyerte a versenyeket, érdekes. De ön is, képviselő úr, ha bármikor a legjobb ajánlatot adja be a városnak, hogyha ön olcsóban fogja csinálni a buszközlekedést, mint a Joványbusz, akkor ön fogja csinálni. Ezt megígérem. Jó? Tehát tessék bátran pályázni. Jó? Mert ez a tisztesség, a becsület a lopással szemben. Amikor nyílt versenyben a legjobb ajánlat nyer. Azt felajánlottam önöknek, emlékeznek, két évvel ezelőtt, hogy zárjuk ki a rokonokat. A Fidesz nem szavazta meg. Önök nem akarták kizárni a rokonokat. Persze, kellemetlen lenne. Tibor István nem nyerhetne mostantól közpénzeket, de kellemetlen lenne. Önök nem voltak hívei annak. Én teljesen megértettem és támogattam. A képviselő testület a mi részünkről is azt mondta azonban, hogy nem az számít, hogy kikinek a kie, Lázár Jánosnak, vagy nekem rokonom, vagy barátom, vagy támogatom, hanem ő adja a legjobb ajánlatot, vagy nem. Sok-sok millió forintot spóroltunk azzal, hogy a nyilvánvalóan Fidesz által is sanyargatott vállalkozók elvállaltak különböző beruházásokat Vásárhelyen. Önök kifogásolták azt, hogy Kendi Imre nyerte meg a Városháza tornyának a felújítását, 100 millió forinttal alacsonyabb áron, mint a második legjobb ajánlat. Ennek a városnak Kendi Imre ajándékba adott 100 millió forintot. Én ezt nem kifogásolom. Független attól, hogy tudom, hogy Lázár János mennyit sanyargatta Kendi Imrét és vállalkozásán. Jó, tehát szíve joga bárkinek, Lázár Jánosnak is, Paragi úrnak is, adjon jó ajánlatokat, és akkor ő fog nyerni. Azt viszont elvárjuk, hogy minőségbe teljesítse, és ne úgy, mint annak idején. Hogy azóta is javítgatni kell az épületeket, amit az egyes vállalkozók kiviteleztek, mert olyan pocsék minőségben készítették el. Hogy két év alatt elrozsdásodott a milliárdos úszoda beruházás, mert Lázár barátai készítették. Hogy lehullanak a 30 kilós fémlapok az emlékpontról, mert Lázár János barátai készítették. És soha nem kérték őket számon ezekért a hibákért. Hogy úgy kellett most megoldani a pocsék módon kivitelezett szociális bérlakásokat a Dobóbió Janáki telephelyén, mert Lázár János barátai készítették. És valamiért, ugye, hogyha baráti alapon korrupciógyanúsan választják ki a kivitelezőket, akkor elfelejtenek reklamálni. Akkor már nem számít a garancia sem. Jó, tehát ezt a kultúrát akarjuk meghaladni, különben Magyarország mindig Európa legszegényebb, legkorruptabb országa lesz. Ebből a kiárat csak a tisztesség, a becsület lehet. Ezt a Hódmezővásárhelyen példát mutatunk belőle. Kálmán Pál úrnak például nagyon hálás vagyok, hogy Lázár rokonságától függetlenül, ő, amikor mi ruháztunk be a kamerákba, akkor hatodáron csinálta meg, ahhoz képest, mint amikor még Lázár Jánosék csinálták ezt. Hirtelen, ugyanaz a kivitelező is az ország legdrágábbjából az ország legalacsonyabb árát tudta adni. Így lett Hódmezővásárhely 5 évvel ezelőtt az ország legkorruptabb városából a legkevésbé korrupt város. Korrupciókutató intézet 90%-áról 10% alá esett le a korrupciós kockázat Vásárhelyen. Jó, erre legyenek önök is nagyon büszkék, bár tudom, hogy önök nem ezt a kultúrát képviselik, de mégiscsak Vásárhelyen élnek. Jó, a kossuth-téri büfé valóban nagyon szomorú, azt is tudja, hogy miért nem valósult még meg bizonyára. Jó, azért, mert hatóságok akadályozták.
amikor ki van adva mindegyiknek, hogy lehetőleg kössön bele hirtelen, ami eddig nem volt műemlék, azt tegyük műemlékké, adjuk oda valaki másnak, tiltsuk be, nem adjuk át a tervet. Azt a tervet, amit kifizetett a város, vagy a műemléki hatóság kéri módosítani, a Lázárhoz köthető tervező pedig nem hajlandó módosítani, és ragaszkodik a tulajdoni jogához. És akkor csodálkoznak, hogy nem tudtuk megcsinálni. Önök tudták megakadályozni. Miért nem valósult meg a McDonald's még mindig? Mi mindent megtettünk, ez a közgyűlés megszavazta az építési szabályzat módosítását, mindent megtettünk. Felőlünk épülhet. Valaki más akadályozta meg a McDonald's megépítését. Valaki, aki ezt évtizedek óta teszi. Jó? De mondom, lehet ezt játszani, szánalmas. Abszolút szánalmas és gusztustalan, amit csinálnak, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb a nép fölébred és az ítélete majd megszületik. Ezt a napot önök nem várják. Tóth Malom utcával kapcsolatban remélhetőleg az idén meg is épül, mind a kettőt szeretnénk, ha megépülne, de mindenképpen óriási szükség van rá, ne nevezze feleslegesnek bármilyen környezetben. A városnak az egy, a közlekedését sikerült, azt gondolom, közös erőfeszítéssel rendezni. Ugye évekig a tramplén lezárások voltak, most az hál' Istennek megszűnt. Egyetlen egy helyen van jelentősebb dugó, tehát lehet, hogy még a mentőállomás másodiknak, de ugye tipikusan a Bagolyvár melletti körforgalom. Azon tud enyhíteni a Tóth Malom utca megépítése, a Susán újváros felé Szeged irányából vagy irányába menő forgalmat tudjuk csökkenteni akkor ebben a körforgalomban, hogyha megépül ez az út, úgyhogy szerintem ez a vásárhelyeknek nagyon fontos. Nem akadályozni, hanem segíteni kellene. Köszönöm szépen. Bálint Gabriella képviselőasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés polgármester úr. Szeretném jelezni, mert lehet, hogy nem jutott el sokakhoz a hír, hogy szombaton elhunyt Paragi István. Nyugodjon békében. Ez volt az egyik az előző polgármester úrhoz elmondottakhoz, és könyvvizsgáló asszonyhoz. Nem tudtam, de őszinte részvétünk mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. Nem tudtuk. Könyvvizsgáló asszonyhoz szeretnék föltenni három kérdést. Az egyik kérdésem az lenne, hogy a magyar kormánytól várt 600 millió forintos rezi támogatás betervezése bármi gondot, problémát az ön szakmai meglátása szerint jeleze, hogy bekerült tervezéssel a költségvetésbe. Aztán bármiféle kockázatot lát-e ön a hitel felvétellel és annak nagyságrendjével az itt betervezett költségvetés esetén, illetve elegendőnek tartja-e azt a közel 1%-os tartalékot, amit tartalmaz Hódmezővásárhely megye jogú város költségvetése. És polgármester úrhoz lenne, vagy esetleg Kuruc Roland lehet, hogy fog tudni nekem majd segíteni, kérdésem, amit szintén az előterjesztésben olvastam, hogy 5,7%-kal csökkent a gyermekétkeztetésben résztvevőknek a száma, illetve a szünidei gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek számát ott nem látjuk, hanem az adagcsökkenés látjuk, ami több mint 2700, hogy ez miből tevődik. A szünideinél bármilyen csökkenést én aggodalommal figyelek, hiszen az elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek kiesését jelentheti, és az mindannyiunk számára kockázatot jelent. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Teljesen jogos a szociális aggodalom. Hogy mit tudunk tenni, hogy ez ne így legyen, majd abba kérem akkor képviselőasszonynak a segítségét, hogyan tudjuk növelni a gyermekeknek a részvételét a szülidőkben például. A tendencia egyébként országos és évek óta tart. Jó, tehát országosan jellemző a közétkeztetésben résztvevő gyerekek számának a csökkenése, ami nagyon szomorú természetesen. Mielőtt a könyvvizsgálóasszonynak megadnám a szót, hogyha kíván, akkor és megköszönjük, hogyha válaszol a feltett három kérdésre. Szeretném majd emlékezetében idézni Bálint Gabriella képviselőasszonynak, hogy ő hány olyan költségvetés szavazott meg eddig, ahol sokkal nagyobb hitelfelvételben sem láttak kockázatot, ahol az 1% tartalék szintén nem különbözött a jelenlegi mértéktől, vagy akár a rezsitámogatást. Két évvel ezelőtt egyébként ezt a 600 milliót, ahogy elmondtam, ugyanígy beterveztünk 600 milliót, és meg is jött ez a támogatás. Én szerintem ez sokkal kevésbé támadható, kritizálható, mint azok a fiktív bevételeket, amelyeket a képviselőasszony számtalanszor megszavazott az előző városvezetés alatt. Akkor szeretném, hogyha Balogni Tasilit könyvvizsgáló asszony reagálna erre a három kérdésre, tehát a 600 milliós rezsitámogatás, a hitelfelvétel,
kockázataira és az 1%-os tartalékra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ahogy már jeleztem, ugye a költségvetés tervezet azok feltevéseken és hipotéziseken alapuló tervszámok. Ezek a tervszámok a valós megvalósulás tükrében és fényében folyamatosan változnak és változni is fognak. Az, hogy valaki betervez egy ilyen mértékű támogatási igényt, a jelenlegi gyakorlat szerint, országos gyakorlat szerint minden önkormányzat számít az állam támogatására. Tehát ha itt Hódmezővásárhely azt gondolja, hogy az eddigi gyakorlat szerint ő kapott ilyen támogatást, és azt látja, hogy a többi város és település is kap támogatást, akkor a könyvvizsgálat ebben semmi kockázatot nem lát. Természetesen, hogyha ez a bevétel nem fog beérkezni Hódmezővásárhelyhez, akkor annak a tényeknek az ismeretében önöknek jogában és kötelességük lesz módosítani a költségvetés sorait. Az, hogy milyen hitelfelvételre szánja el magát az önök önkormányzata, az megint attól függ, hogy milyen biztonsági tartalékokat látnak. Könyvvizsgálat szempontjából semmi olyan kockázatot nem hordoz, ami azt mondaná, hogy nem vehet föl az önkormányzat hitelt. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb része likvid hitelről beszél, vagy fejlesztési hitelről. Ugye amit kifejezetten tiltanak a jogszabályok, az, hogy a működés negatív eredménnyel nem tervezhető. Ennek a fedezete pedig az előző évi maradványokból megvan az önök költségvetésében. Azt gondolom, hogy könyvvizsgálati szempontból semmi olyat nem látok, ami ne lenne hétköznapi gyakorlat a mai önkormányzati gazdálkodási technikákba. Ez Hódmezővásárhelyen is így van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bálint Gabriel, amikor azt föltételezi, hogy egyedül mi nem kapjuk meg azt a támogatást, amit az ország minden önkormányzata, az ellenzékiek is megkaptak, akkor azt föltételezi, hogy Lázár János lesz az ország legalávalóbb országgyűlési képviselője, aki az egész országban egyedül megakadályozza, és nem azért lobbizik, hogy mi megkapjuk ezt a támogatást. Éljünk azzal az optimista feltételezéssel, hogy Lázár János nem lesz az egyetlen olyan alávaló képviselő ebben az országban, aki a városa ellen dolgozik. Az összes általam ismert település, ellenzéki település is a fideszes önkormányzat vagy országgyűlési képviselője segítségével megkapta ezeket a támogatásokat. Miért Lázár János lenne az egyetlen, aki ezt megakadályozza? Siófok polgármestere megköszönte Vicman úrnak, a helyi fideszes képviselőnek a segítségét abban, hogy ők megkapják ezt a segítséget. Ugyanezt tette Szentedre, Baja és a többi. Jó? Miért Hódmezővásárhelynek kellene az egyetlennek lenni? Tényleg. Miért nekünk van az egyetlen alávaló országgyűlési képviselőnk, aki megakadályozza azt, hogy megkapjuk a pénzt? Az ön feltételezése az, hogy ez így is marad. Az én feltételezem is, hogy Lázár nem akar. Lázár János nem akar a történelembe bevonulni úgy, mint az egyetlen olyan fideszes képviselő, aki megakadályozza a saját városának a neki járó országos adófizetői pénzből való támogatását. Lőkösné Nagycsoró volt a képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Elhangzott itt pár dolog, amivel kapcsolatban röviden a gondolataimat szeretném megosztani önökkel. Az egyik ilyen, hogy egy olyan költségvetésről beszélünk, aminek két oldala van, egy kiadási és egy bevételi oldala, és ennek kell egyensúlyban lennie. Vannak olyan beruházások, amik hosszú vagy rövid távon megtérülnek, és ezek forintosíthatók. Ilyenek azok az energetikai fejlesztések, amik benne vannak a költségvetésünkben. Nyilván tapasztalatunk az, hogy minél tovább várunk az ilyen beruházásokkal és fejlesztésekkel, az annál többe kerül, hiszen egyrészt pocsékoljuk az energiát, másrészt az árak csak fölfele mentek az utóbbi időben lefele. Épp most ugyan a rezsi árak igen, de egyébként minden más építőanyag árak csak fölfele. Ez az egyik gondolatom. A másik az, hogy nem forintban mérhető például a Tótmalom utcának a hasznossága, hogyha az megépül, hanem valóban abban, hogy egy nem csak arról a körforgalomról veszi le a terhet, hanem a Kaszap utca, a Hótóban lakó magasházas övezetben élőknek a levegőszennyezettsége,
ennek a területnek a levegőszennyezettsége, a zajszintje, az mind csökkenhet azáltal, hogy az az út elviszi az újvárosi susáni forgalmat, és nem bevezeti a város belső területe fele. Ez forintban nekünk nem mérhető, de a lakosoknak talán igen időben és energiában is, mert hogy aki meg utazik, annak meg benzinköltséget fog megtakarítani nagy valószínűség szerint. És az utolsó gondolatom ezzel a költségvetési rendelettel kapcsolatban a petíció, amiről itt szó volt az imént, hogy igen, nagyon kevesen írják alá, és lehet, hogy pontos a megfogalmazás a Cseri képviselő úrnak, amikor azt mondta, hogy nem merik névvel vállalni az emberek, lehet, hogy ez is benne van, igen, és lehet, hogy a másik gondolat is, hogy nincs ennek talán ma már akkora értéke, vagy nem tud akkora nyomást kifejteni egy ilyen petíció, amikor olyan PTNL ügyekben is indítanak már petíciókat, ami nem összevethető egy város költségvetésével, vagy egy városnak a 2023. évi sorsával. Úgyhogy ennyit szerettem volna ezekkel kapcsolatban. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Igen, sajnos teljesen jogos minden, amit képviselsz, hogy elmondod, de külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy sokan nem merik aláírni névvel, nem mernek névvel tiltakozni, és a többi. Amikor a tanárokat kirúgják a felszólalásaik után, akkor van is alapjuk a félelemre. A Kádár rendszerben is nagyon kevesen mertek tiltakozni, de ettől az a rendszer még nem volt jó. Az a rendszer az nem előre vitte Magyarországot. Banánért álltak sorba, aztán kimentek Bécsbe és rácsodálkoztak a fotocellás ajtóra, de tiltakozni névvel abban a rendszerben nem mertek. Ne legyen büszke képviselő úr, hogy egy ilyen rendszert építettek föl, hogy egy új Fidesz kommunizmus van, költő szavaival ezek ugyanazok, csak most ezek sokkal többet lopnak. Dr. Berényi Károly, a polgármester úr parancsolja. Köszönöm szépen a szót. Én is ezzel a 600 milliós kormányzati segítségre szeretnék visszautalni, és csak annyit jegyeznék meg, hogy az aggodalmunk persze jogos, hogy nem biztos, hogy megkapjuk, de Cseri Tamástól tudjuk, hogy ez nem is jár. Tehát köszönjük a hozzászólását, értem az ő hozzáállását, illetve véleményét ezzel kapcsolatban. Tehát ez nekünk nem is jár, és gondolom, hogy a Fideszben sokan így gondolkoznak. Egyébként is folyamatosan sugallja, hogy ha más lenne a városvezetés, nem mondja ki, de az összes hozzászólásából ez jön vissza, hogy akkor egész más lenne a város helyzete. Bizonyára, hogyha ő ülne itt a helyemen, akkor egész más kép alakulnának itt a dolgok a városban. Ha ez így van, én azt mondom, rövidesen választás lesz, és akkor ne is beszéljünk itt kampányról, meg valóban, ahogy polgármester úr mondta, a kampány az akkor kezdődött el, mikor megnyerték újra a választásokat. Tehát ez választásról választásig. Szóval ez borzasztó fárasztó, és borzasztó unalmas, és az embereket szerintem iszonyatos módon zavarja is, de ez a önök dolga. Szóval azt én borzasztónak tartom, hogy az a vélemény alakul ki benne, hogyha itt az állampárthoz hű és lojális vezetés lenne, akkor minden más lenne. Szóval ez elképesztő. Ha ez igaz, ha ez tényleg így gondolja, akkor visszatértünk szerintem a kommunista világba most, hogy megint a kommunistákat emlegessem. Csak lehet, hogy kicsit más az előjel, vagy ahogy festik magukat. Ennyit akartam csak hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát valóban egészen más lenne, mert lehet, hogy a rezsitámogatást megkapta volna a város, hogyha más vezetése lenne, fideszes vezetése lenne, de hogy akkor nem jöhetne egyetlen beruházó sem, meg a KFC sem épült volna meg, meg a kemping sem épült volna meg, meg csúszda sem lenne a strandon. A legmagasabb építményre adót fizetnék az országban a vásárhelyiek. Az önkormányzat nem fizetné ki a számláit, a vállalkozók számláit. Az eladósodás nem csökkenne, hanem nőne évek óta, meg kirúgnák azt, aki szembe mer menni a politikai irányvonal és a vezetéssel, és 3-4 baráti vállalkozó nyerne minden beszerzést a városban. 90%-os korrupciós kockázattal. Pontosan tudjuk azt, hogy milyen az, amikor a Fidesz irányítja Hódmezővásárhelyen. Cseri Tamás képviselő. Köszönöm a szót. Először is a Tóth Manóval kapcsolatban én nem mondtam olyat, hogy
abszolút nincs rá szükség, meg nem kell az a utca. Én azt mondtam, hogy nincs akkora szükség rá egy ilyen helyzetben, amikor ennyire nincs a városnak pénze. Pontosan úgy beszéltem, hogy mikor van rá pénz, van rá forrás, minden gond nélkül meg tudjuk építeni azt az utat, semmi gondom vele, építsék meg. De mikor ilyen helyzetben vagyunk, mikor arról hallom folyamatosan a kommunikációt, a kormányzati segítség nélkül a földbe áll a város, akkor nem értem, miért kell egy olyan utat megépíteni, ami abszolút nélkülözhető. Tehát a csúcsforgalomban 4 óra és 5 óra között van egy kis dugó, nem tudom, 5-10 perc alatt akkor is át lehet menni, mikor a legnagyobb dugó van, én ott lakom, meg rendszeresen arra vásárolok, tehát szoktam látni, utána napközben már soha nincsen dugó, el tud menni a forgalom, miután megépült az elkerülő, annyi forgalmat levett a városról, hogy ezek a fennakadások azért nem olyan gyakoriak, de ismétlem tőlem megépíthetik azt az utat meg még 100-at, hogyha lenne rá forrás, csak akkor nem értem, miért függünk ennyire attól, hogy most a kormány ad valami segítséget a rezsibe, vagy nem ad, mikor eddig erről volt szó. A mi felvetésünk pusztán ezt tartalmazza, nem azt, hogy most erre az utcára nincs szüksége, senki nem mondta, hogy nem lehet megépíteni, meg hogy értelmetlen. Én a büfét tartom teljesen értelmetlennek, és ott mondom meggyőződésem, hogy ott biztos valami rokon fogja megkapni. A másik, az inkább általános hozzászólás lesz. Azt azért így mosolyogva tapasztalom, hogy a bolsevik elődöket mennyire bekerítették most már minden oldalról. Tehát most már ott tartunk, hogy ezt csak le kéne váltani a népet. Tehát igazából, hogyha nem akarnak nekünk aláírni, nem akarnak ránk szavazni, akkor igazából polgármester úr, meg itt úgy látom egy-két kollégája is felismerte, hogy tulajdonképpen itt a néppel van a baj. Tehát ez az Isten adta nép, itt nem jó a kultúrája, egyszerűen nem akar se aláírni, se szavazni. Hát csak addig kéne maguknak ügyködni, amíg leváltják a népet. Tehát próbálták már 100 éve is leváltani a népet, nem nagyon sikerült. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ebbe szeretnének időt beleölni, hogy a magyar népet lecseréljék, akkor bár persze lehet, hogy hosszú távon, hogyha bevándorlást támogatják, az amerikai dollároknak lehet, hogy ez az egyik módja, hogy majd erre fog kifutni, akkor lecserélik a népet. Tehát ilyen oldalról, ha végig gondolom, akkor elképzelhető, hogy a nép leváltása majd a migrációval lesz felülírva, de azt gondolom, hogy amíg tisztességes magyar nép él Magyarországon, Hódmezővásárhelyen, addig az ilyen bolsevik népleváltási kísérletek mindig zátonyra futottak, csak akkor sikerült megvalósítani, hogyha valami idegen hatalom beavatkozott, és akkor ezt a törpe terrorista kisebbséget a nyakunkba ültette. Én nem ringatnám az önök helyében, abban az illúzióban magamat, hogy majd valaki fegyverrel a dollárokon túl is megtámogatja magukat, mert nem fog sikerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy alapvetően tévutas politika, de hogyha a polgármester úr az új pártját felépítette arra, hogy néppárt a nép ellen, akkor sok sikert próbálkozzon, mi bajunk lehet, hát egy-két százalékos párt elfér a többi mellett, ennek egy kicsit egzotikusabb lesz a programja, hiszen népet akar váltani, de most már van ilyen is. Köszönjük, polgármester úr, hogy megmutatta, hogy ilyen lehetőségek állnak előttünk. Tamás csak megoldja azt, hogy ha nem is a napirend előtt, de az országos politikát sikerül becsempésznie itt a költségvetés ürügyén. Az elején még tartotta magát ahhoz, hogy ön szerint is szükség van a Tótmalomra, csak nem most. Önök pontosan így gondolkoznak érdekes módon a Mártéi tanösvényről is. Amikor a városnak nem volt pénze rá, akkor követelték hangosan, hogy legyen meg. Most, amikor a költségvetésben szerepel és van rá pénz, akkor azt mondják, hogy ne építs, Isten őriz, hogy most megépítsük. Majd, ha nem lesz pénz, akkor építsük meg. Amikor van rá pénz, akkor ne építsük meg. Önöknek soha semmi nem jó. Én ezt megfigyeltem. Mindenképpen csak ellent akarnak mondani. Önöknek ez a hobbija. Ha nincs pénz, akkor költsük, ha van pénz, akkor ne költsük. Ennyi. Hát benne, ott a költségvetésbe elnézést. Bocsánat, nem látja a fedezetet? Ön úgy gondolja, hogy nekünk nem jár 600 millió, ön úgy gondolja, hogy ezt a 600 millió kormányzati állami pénzt, ami a mi adófizetői pénzünk, azt mi nem költhetjük el a Tótmalom utcára? Ön így gondolja ezt? De visszatérően erre a Kossuth téri pavilonra tér vissza. Ugye egyrészt van egy véleményem szerint gusztustalan, oda nem illő épület a Kossuth tér közepén évtizedek óta. Valaha valóban közvécéként működött, most nem, ez egy raktárépület, csak azért mielőtt valakit ez zavarna. Nem is ebben az épületben szeretnénk pavilont és ezáltal akár egy büfét is nyitni, hanem egy teljesen új épületet. Ezt a földig lebontva, annak a helyén egy teljesen új épületet szeretnénk építeni, tehát a budi kifejezést azt szeretném, hogyha mellőzni a jövőben. De miért van erre szükség? Elmondom, ez is lakossági igény. Ugyanis az egyik panasz, autóbusz közlekedés is lakossági igény volt, a csúszda is lakossági igény volt, a kemping is lakossági igény volt, a belváros felújítása is lakossági igény. Jó, tehát mi szemben önökkel nem olyan épületeket építünk milliárdokért korrupciógyanúsan, mint az emlékpont például.
vagy megmentjük a szocialista hagyatékunkat, ugye a BFMK épületét, ahelyett lehetett volna akár egy modern újat építeni, de nem, az arra feltétlenül szükség volt, rendben van, elfogadjuk. Építettek egy bemelegítő medencét egyetlen egy sportesemény, és egy parkoló kedvére eltakarították a kempinget. Jó, tehát ennek milyen racionalitása van, miközben agyonadóztatták a vásárhelyieket. Nos, elmondom, itt is lakosságigény van. A Saci Büfé nevű műintézmény péntek szombat éjszakánként, sőt inkább hajnalban a város szórakozó fiatal vagy kevésbé fiatal lakosságát szokta etetni. Az ottaniak különösen nyáron rendkívül érzékenyek erre, mert nyitott ablakok mellett, hiszen nem mindenkinek van klímája, nyitott ablakok mellett őket a lakótelep közepén ez a büfé zavarja. Akkor az ő kérésükre, az ottani lakók kérésére határoztuk el azt, hogy egy ronda épületet a főtéren elbontunk, itt kellő távolságra minden lakó épülettől biztonságosan lehet megoldani azt a büfét, ahol azok a fiatalok, akiknek egyébként szintén tolerálhatóan van egy olyan igénye, hogy ők egy átmulatott este után szeretnének egy szendvicset enni, vagy bármi mást, itt nyugodtan megvehetik. Jó, tehát itt nem fognak zavarni senkit. Ha ezt a funkciót ellátná a téren bármelyik másik műintézmény, én azt is elfogadnám, valamiért ezt nem látja el, ezt konkrétan a Saci Büfé látja el. Tehát ezt az igényt szeretnénk azzal kielégíteni, hogy egy olyan helyen, ahol keveseket zavar, építünk nekik egy építészetileg is ebbe a gyönyörű környezetbe illő és onnan nem kidróvó épületet. Tehát lakosság igényről van szó, és amikor tudjuk, majd meg fogjuk építeni, mert a lakosság szeretné. Ön szerint a néppel van baj, ez látszik, hogy ön szerint a néppel van baj, szerintünk nem. Szerintem az emberek teljesen racionálisan szavaztak tavaly április 3-án, amikor azt kérdezik tőlük, hogy akarják-e, hogy tömegével beengedjük a migránsokat, akik meg akar őszakolják a gyermeküket, az édesanyjukat, meg a feleségüket, akkor ők nagyon okosan azt mondták, hogy nem. Amikor megkérdezték tőlük, hogy szeretnék-e azt, hogy a nem is katonának kiképzett kiskorú gyermekeiket elvidék Ukrajnába, háborúba meghalni, teljesen érthető módon az emberek erre azt válaszolták, hogy nem. Na de ki az a gazember, aki szerint a választás ezekről a hazugságokról szól? Hogy lehet az emberekkel ekkora ostobaságokat elhitetni? Az a hatalom, amely sorozatosan zárja be a kórházi osztályokat, postahivatalokat és a többi, az a hatalom azzal riogat, hogy ha nem ő lesz hatalmon, akkor valaki bezárja a kórházi osztályokat. Az emberek természetesen elhitték ezt, hiszen csak ezt hallják. Minden racionálisan, soha nem mondtam, hogy katonákat küldenénk Ukrajnába, egyetlen NATO tagállam sem küldött. Amit én mondtam azt, hogy katonai segítséget nyújtanék Ukrajnának, amit Orbán Viktornál többet senki nem nyújtott. Orbán Viktor Magyarországon maximális segítséget, katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. Ő, amit eszembe nem jutott volna, a hadsereg főparancsnokát is kiküldte terepszemlére titokban Ukrajnában. Csak a fotók kikerültek. Ruszin Szendi Romulus tábornokot miért küldte ki Orbán Viktor Ukrajnába? Mit csinált Ruszin Szendi Romulus a magyar hadsereg főparancsnoka az ukrán-orosz fronton? Mit keresett ott? Orbán Viktor engedélyezte Magyarország területén halált okozó fegyverek átszállítását az ukrán háborúba, Orbán Viktor engedélyezte fegyverszállítást a magyar légtéren keresztül, Orbán Viktor megszavazta az ukrajnai fegyverszállítást az Európai Unióban, magyar felséglelő gépek szállítottak fegyvereket az ukrajnai háború számára. Orbán Viktor maximális katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. Orbán Viktor megszavazta az összes szankciót érdekes módon. Egyébként nagyon jól tette, ugyanis ezek a szankciók valójában nem az energetikára vonatkoztak, hanem arra vonatkoztak, hogy Putyin kevesebb rakétát tudjon gyártani, amivel ártatlan gyermekeket, iskolából hazafelé tartó ukrán gyermekeket gyilkol. A szankciók azt szolgálják, hogy Putyin, Orbán barátja, kevesebb ukrán kisgyermeket tudjon legyilkolni. Tehát nagyon jól tette Orbán, hogy megszavazta ezeket a szankciókat. Valahogy az összes európai vezető és Orbán Viktor megszavazták. Ha Orbán Viktor szerint ez hazaárulás, akkor Orbán Viktor miért szavazta meg? Pénzért. Ja, hogy egyébként az Unió esetleg nem adott volna pénzt. Orbán tehát pénzért hajlandó hazát árulni? Orbán, amikor az Európai Uniós pénzekről volt szó, akkor hajlandó volt megszavazni a szankciókat, ami szerinte hazaárulás. Pénzért hazát árult Orbán Viktor? Én ilyet soha nem tettem volna, a guruló dollárok azt szolgálták, hogy ezt leállítsuk. A guruló dollárok, önök így nevezik ezeket, az a támogatás, ami tehát amerikai magyaroktól érkezett egy nem párthoz, az ellenzéki kultúraváltó kampányban, ezt a támogatást mi azért kaptuk, hogy az orbáni bűnöző migránsok betelepítését leállítsuk. Erre a szent célra adták az amerikai magyarok, hogy Orbán ne tudjon többé terroristákat betelepíteni Magyarországra. Ez hazafias kötelesség volt. Egyébként az, hogy külföldről támogattak ottani magyarok magyarországi szent célokat, ez Rákóczitól, Kossuthon keresztül Orbán Viktorig, Orbán Viktor Soros támogatta külföldi guruló dollárokkal évtizedeken keresztül.
Orbán Viktor a legnagyobb haszonélvezője volt a soros dollároknak. Jó? És mondom, az Európai Unió pénzéről hazátárul, akkor kérdésem, hogy mit kért, mit kapott tőle Soros a pénzért cserébe. Amikor Orbán külföldi dollárokat kapott, guruló dollárok mentek Orbán Viktorhoz évtizedeken keresztül. Még 2010 után is. Orbán pontosan milyen hazaárlást ígért meg Sorosnak ezért a pénzért? Jó? Ez az ő kultúrája. A miénkbe ez nem fér bele? A mi kultúránk az Kossuth, Rákóczi, az 56-os hősök kultúrája, akik a szent hazai célokért küzdenek, és kérnek támogatást minden tisztességes embertől, kérnek és elfogadnak támogatást. Nagyon büszke vagyok rá, hogy sokan támogatták ezt a kultúraváltó mozgalmunkat. Köszönöm szépen nekik. Ha önnek továbbra is a bevándorlással van problémája, akkor az akkumulátorgyárok kapcsán ugyan tegye már fel azt a kérdést, hogy honnan lesz Debrecenben 9000 munkás. Honnan lesz Debrecenben 9000 munkás, aki ott fog dolgozni, de egyébként most egy gyárat akarnak 1000 fővel körülbelül Kisteleken is, hogyha egy közelebbi célra kérdez, úgy tudom, hogy akkumulátor alkatrészeket fognak gyártani Kisteleken, mint egy 1000 fős munkavállalói létszámmal. Nyilvánvalóan nincs 1000 fő Kisteleken, aki ott fog dolgozni. Ezek mind migráns munkások lesznek, ez migráns munkások. A kormány folyamatosan elzavarja innen a magyarokat, óriási kivándorlással a magyar fiatalok mennek nyugatra, és betelepít indonézeket, meg indiaiakat, meg vietnámiakat. Ez a Fidesz politikája. Meg lezülleszteni az oktatást azért, hogy az emberek tényleg azt higgyék, hogy a migráns betelepítő kormányra kell szavazni, hogy ne jöjjenek be migránsok. Tényleg elhiszik az emberek, hogy az Ukrajnába a hadsereg főparancsnokát kiküldő Orbánra kell szavazni azért, hogy a gyermekeiket ne vigyék el meghagyni Ukrajnába. Amíg a propaganda gépezetnek kitett embereknek az oktatását lezűlesztik, hogy a legnagyobb hazugságokat, hülyeségeket is elhiggyék. Amíg a Fidesz gombaként tartja a szavazóit, ostobaságokkal eteti, hazudik neki, sötétben tartja őket, addig a nép meg fogja választani a Fideszt. Jó? Ehhez nem a népet kell leváltani, a Fideszt kell leváltani hozzá, és oktatni, tanítani kell a népet, meg a propagandát megszüntetni. Mondom még egyszer, nagyon racionálisan szavaztak akkor, amikor úgy döntöttek, hogy ők nem akarják, hogy a gyermekeiket elvidék megölni, vagy megerőszakolják az asszonyaikat. De hát nem ez volt a kérdés. A kérdés valójában az volt, hogy akarjuk-e, hogy a szemünket is kilopják, és mi legyünk Európa legszegényebb országa. Ha ezt a kérdést tettük volna fel, nyugodjon meg, akkor senki nem szavazott volna a Fideszre. Bocsánat, amikor én ezt tettem fel, akkor nekünk volt 3 milliárd forintja mondjuk a teljes ellenzéki kampánynak. Önök csak a bombás, szankciós plakátokra 8 milliárdot költöttek el. A választási kampányban az önök propagandagépezete több százszor több pénzből hirdette a hazugságot, mint ahogy mi el tudtuk mondani az igazságot. Jó, remélem, hogy kielégítettem a kíváncsiságát, és visszatérhetünk a városügyeihez. Úgyhogy a Tótmalom utcát azt természetesen elfogadjuk, önnek teljesen igaza van, a Tótmalom utcára igenis szükség van. Ön, mint 5 lakó tudja, én pedig önt megnyugtatom, hogy a város ki fogja tudni fizetni. Köszönöm szépen. Dr. Kisandra ügyrendi hozzászólása következik. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, én azt szeretném kérni, hogy tényleg legyen ennek egy tere, esküszöm eljövök nézőnek, hogyha Cseri Tamásra itt a teremben vagy bárhol leülnek, beülök az első sorba, végighallgatom, de van 26 napirendi pontunk, 5 zárt ülési napirendi pont. A 2023-as költségvetést még nem szavaztuk meg. Ruszin Szendi Romulusztól kezdve a ukrán, meg fegyverszállítás, meg katonaküldés, nem itt van ennek a tere. Azt szeretném kérni, tényleg eljövök nézőnek. Itt mindenki előtt, nyilvánosság előtt megígérem, ez a vita, beszélgetés megvalósul. Eljövök, és végighallgatom. Csak foglalkozunk a várossal, foglalkozunk a játékokkal, foglalkozunk azokkal a rendeletmódosításokkal, amelyek technikai okokból szükségesek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát képviselő szeretném még egyszer mondani, hogy a demokráciát, a szabad vitát és véleménynyilvánítást nem mi korlátozzuk, hanem önök. Ha önök is kiállnának egy nyílt vitára becsülettel, meg beengednének a rádióba, meg a köztelevízióba és a többi, ott ezt meg lehet tenni. Valamiért ott ettől önök félnek. Ott nem akarnak őszintén beszélni, úgy látom. Gyöngyösi Ferenc képviselő hozzászólása következik. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Tótmalom utca kapcsán én is nagyon fontosnak tartom ezt a beruházást. Sok embernek könnyíteni meg az életét. És hát ugye itt többen kifogásolták önök ezt a 600 millió forintos tételt a költségvetésben. Több teória van, polgármester úr, hát is utalnak is erre jelek. Lázár János tette ezért felelőssé, de én
Én megkövetem magunkat, én levelet fogok írni képviselő úrnak, hiszen ő a mi képviselőnk, ő minket szolgál, és bízom benne, hogy nem kegyet akar gyakorolni, hanem szolgálni minket. És én írni fogok egy levelet, és kérem a tisztelt közgyűlést, hogy támogasson abba, kérjük meg közösen képviselő urat, hogy járjon közbe a város érdekében, hogy ezt a támogatást, amit minden város megkapott, és érthetetlen módon mi nem, ezt segítsen kijárni, ugyanis mi az összes feltételt, amit elénk róttak, ezt teljesítettük. Elkészült a takarékossági terv, azt mi végre is hajtottuk, elmentünk Balla úrhoz tárgyalni, kaptunk ígéretet Balla úrtól, hogy kapunk támogatást, kaptunk ígéretet mind a strand kapcsán is, hogy külön a strand nyitvatartása érdekében kapunk támogatást, de érthetetlen módon ezek a támogatások elakadtak. Én személyesen írni fogok akkor egy levelet, kérve miniszter urat, képviselőnket, hogy képviselje a város érdekeit, mert mi azokat a feltételeket, amiket elénk tártak, teljesítettük, de nem jutottunk eredményre. Bízom a konstruktív együttműködésükben mindannyiuknak, és köszönöm szépen, hogyha ezt a levelet aláírják, és együtt nyújthatjuk át képviselő úrnak, miniszter úrnak, hogy a segítséget megkapjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezt egy új határozati javaslatként fogjuk beterjeszteni. Így is több van, ugye van két határozati javaslat a rendeletünk mellett. Egy harmadik határozati javaslatot fogunk tehát előterjeszteni. A polgármester úr szavai szerint az itt megfogalmazottaknak dr. Lázár János országgyűlési képviselő és fejlesztésekért felelős miniszter úrat fogjuk kérni mindannyiunk nevében, fideszes és nem fideszes képviselők, fideszes és nem fideszes szavazók nevében. Arra kérjük, hogy teljesítse országgyűlési képviselői feladatát, és lobbizzon azért, érje el azt, hogy Hódmezővásárhely megkapja a neki járó támogatást, remélhetőleg jóval nagyobb összeget, mint a 600 millió forint rezsitámogatás címén, valamint az úszodánk is kapja meg ugyanazt a támogatást, amit azok az úszodák kaptak, amelyeket támogatott a kormány. Tehát egy ilyen határozott javaslat, egy indítvány lesz. Most szavazhatunk róla? Most is szavazhatunk. Jó, tehát akkor, ahogy elmondtam, dr. Lázár János urat fogja kérni ebben a határozott javaslatban a közgyűlés, hogy járjon közbe, érje el. Tessék? A határozott javaslat tárgya. A tárgya a rezsitámogatás és úszoda támogatási kérelem dr. Lázár János országgyűlési képviselő úrnak. Jó, és abban kérjük ebben a levélben, amelynek a szövegét a hivatal majd megfogalmazza pontosan, de a kérés két dologra irányul, hogy a képviselői feladatkörét teljesítve érje el azt, hogy Hódmezővásárhely is megkapja legalább azt az összeget, amit a hasonló adőerejű és hasonló méretű városok megkaptak. Második kérdésünk pedig az, hogy az úszoda is, a Hódmezővásárhelyi sportuszoda is kapja meg legalább azt az összegű támogatást, amit más hasonló funkciót betöltő méretű úszodák megkaptak. Ez azt gondolom, hogy teljesen megfelel Cseri Tamás és Benkő Zsolt és képviselőtársaink valamennyinek az érdekeinek és véleményének. Jó, akkor szeretném ezt a határozatjavaslatot szavazásra bocsátani. Kérem, aki ezt a kéréshez csatlakozik, az szavazzon igennel. Tíz igen, egy nem és négy tartózkodással elfogadtuk, úgyhogy reméljük, hogy Cseri Tamás is örülni fog, hogyha a várost Lázár János fogja tudni támogatni, és megkapjuk azt, amit minden más ellenzéki település is megkapott, ami neki jár. Köszönjük szépen. Mondom, tényleg felháborító, hogy pont a mi képviselőnk lenne a legalább valóbb az egész országban. Hát csak ez az egy az, aki a városa ellenére dolgozik, miközben segíthetné is. Hát tán csak segíteni fog. Köszönjük szépen. További hozzászólások. Cseri Tamás következik. De itt nincs korlát. Kati néni, sajnálattal mondom, hogy nem lehet korlátozni a demokráciát, azt, hogy a politikai vitát a napirend előtti pontban a szabályok szerint egyszer szólhat hozzá 5 perc terjedelemben. A napirendnél nem lehet korlátozni, 3 perc terjedelemben nincs korlátozott szám. Igen, tényleg fölháborító, hogy elmondhatja a véleményet, igaz? Szóval sajnos itt nincs ilyen korlát, elnézést kérünk Gyutai Katalin képviselőasszonytól. Köszönöm szépen. De arra megkérhetjük képviselő urat, hogy ha lehet, akkor próbáljon a tárgyra szorítkozni. Köszönöm szépen. Cseri Tamás, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném javasolni képviselőtársaimnak, hogyha ennyire nehezükre esik a vita, akkor vagy nem kell képviselőnek indulni, vagy nem tudom, hogy rendkívüli közgyűléseket kell beiktatni, és akkor azokat ki tudjuk tárgyalni, de sokkal egyszerűbb, ha el se indulnak. Tehát, hogyha ennyire nem bírnak itt ücsörögni, és nem bírnak hozzászólni érdemben, csak itt jaj veszékelni, hogy már megint nem értjük, miről van szó, akkor nem kell elindulni jövőre, és akkor kész, lehet posztolgatni a politikai hirdetéseket, és ebbe kiismerülhet akkor a politikai ténykedés. Nem ezért akartam hozzászólni, hanem csak egy fél mondattal akartam reagálni polgármester úr, amikor itt megint arról beszélt, hogy a nép hogy félre lett vezetve, stb. Akkor szeretnék egy kicsit segíteni. Mikor ön ilyenöket mond egy megyei város közgyűlésében, hogy senki nem támogatta jobban katonailag Ukrajnát, mint Magyarország. Magyarországon. Gondolkozzon már rajta, hogy ennek milyen kockázata van egy ilyen kijelentésnek. Tehát az a szerencse, hogy önt már teljesen beáraszta mindenki, és nem veszik komolyan. De ha én egy komolyan vehető politikus lenne, ne agyisten miniszterelnök, gondoljon már bele az ilyen össze-vissza beszédének milyen következményei lehetnek. Tehát itt nyugodtan elmondhatja, én jót nevetek rajta, tehát igazából nekem rendkívül szórakoztatóak ezek a közgyűlések, mert ön azért ilyen tekintetben egyszerűen überelhetetlen, de azért néha el kéne ezen gondolkozni, hogy milyen megjegyzéseket tesz, mikor így különböző dolgokat idehoz a közgyűlésre, és szeretném itt jelezni a többieknek, hogy ezzel kapcsolatban, hogy ezeket a kirohanásokat, polgármester úr, mikor az akkumulátorgyártók ezzel megint mindenről beszél, akkor miért nem itten képviselőtársam, miért nem tetszik felszólalni, polgármester úr, miért tetszik az akkumulátorgyárról beszél? Az nem zavarja önt? Ugyan nem zavarja? Jó, persze, hogy nem zavarja. Na, mindegy, csak ennyit akartam mondani, hogy polgármester úr, azért ilyenekkel ne játszunk, itt mellettünk is magyarok halnak meg a háborúban. Azt gondolom, hogy ez az a téma, amit abszolút így van, veszélyben van egész Kárpátalja magyarsága, tényleg emberek halnak meg, borzasztó tragédia történik mellettünk. Én nem gondolom, hogy akár viccből, akár politikai célzatból ezt az orosz-ukrán háborút itt be kellene emelni, és akkor, hogy Orbán mennyire támogatja a fegyvert, hát mindenki szidja a ukrán politikusok közül Orbán Viktort, hogy nem eléggé támogatja őket, ő meg most jön azzal, hogy Orbánnál jobban senki nem támogatja. Tehát úgy gondolom, hogy ez az a téma, a háború, amit egyszerűen nem szabadna behozni erre a közgyűlésre, ennek aztán végképp nincs helye, hogy itt viccelődjünk azon, hogy ki támogatja, ki nem támogatja, ki a legnagyobb ukrán támogató, mert ez tényleg egy olyan dolog, hogy ha jobban komolyan vennék, akkor ennek akár még nemzetközi vízhangja is lehetne. Szerencsére ez a veszély már nem fenyeget minket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát valójában nagyon jó lenne, hogyha ennek lenne nemzetközi vízhangja, mert a kárpátaljai magyarokat valójában éppen Orbán Viktor kommunikációja fenyegeti. Kárpátaljában a magyarok most bizony rosszul érzik magukat is, nagyon kellemetlenül, amiatt, hogy a magyar kormányt árulónak tartják, és ennek a képe kivetül az ukrajnai magyar lakosság számára is. Az ukrajnai magyarságnak az Ukrajnán belüli érdekérvényesítési lehetőségei, többek között nyelvhasználat és egyéb vonatkozásban, a legjobban Orbán Viktor és Szijjártó Péter orosz barátsága, Putyin barátsága zavarja, ez egy óriási kockázat. Tehát ma a magyarokat sajnos alaptalanul nagyon sok ukrán árulónak tartja, Orbán Viktor és Szijjártó Péter kommunikációja miatt óriási károkat okoz Orbán Viktor és Szijjártó Péter az ukrajnai magyar kisebbségnek, a kárpátaljai magyar testvéreinknek. Őnekik az a segítség, amit akkor tett, amikor segítséget nyújtott. Nem csak a menekültek befogadásánál Orbán Viktor is segítette az Ukrajnából érkező menekülteket. Az ugyan hazugság, hogy mi 800 ezer embert fogadtunk volna be, azt hiszem 12 ezeret fogadtunk be, az összes többi ment tovább nyugatra, nem maradt itt. Tehát nem 800 ezer menekültet segített a kormány, azokat átengedte természetesen, hanem mindössze talán 12 ezer, akik Magyarországon maradtak. Nos, ezzel együtt is ez egy nemes és megsüvegelendő teljesítmény. Én magam is ott voltam egy évvel ezelőtt az ukrán határnál, és a menekülteknek osztottunk élelmiszert, ruházatot, plédeket, stb. Ugyanezt tette a kormány is. Kicsit későn, kicsit kevesebbet, de nagyon helyesen tette. Ugyanezt tették a segélyszervezetek is. Ez mind nagyon szép és nemes. Ha csak ezt tették volna, vagy azt tették volna, mint mi, hogy egy mentőautót adományoztunk annak a dandárnak, ahol egyébként az ukrajnai magyarok is harcolnak. Ha ezt tette volna a kormány, az egy nagyon nemes, pozitív dolog lenne, és akkor most nagyon megbecsülnék az ukrajnai magyarokat az ukrán honfitársaik. Ezt nagyon szeretnénk, ha ezt tennék. A másik képviselő úr mondjon nekem egy példát arra, hogyha vitatja azt, hogy az ukrajnai fegyverszállításokat Orbán Viktornál Magyarországon senki nem támogatta jobban. Mondjon egy példát, hogy ki az a magyar politikus, közszereplő vagy bárki, aki Orbán Viktoron kívül kiküldte a magyar hadsereg főparancsnokát terepszemlére titokban az ukrán orosz frontra, ki az
a magyar politikus Orbán Viktoron kívül, aki megszavazta az Európai Uniós fegyverszállításokat, ki az a magyar politikus, aki engedélyezte magyar lajstromlőgépek használatát ukrajnai fegyverszállításra, ki az a magyar vezető, aki megszavazta még márciusban magyar közlönyben megjelenten azt, hogy Ukrajnába irányuló haláltoztó fegyverek szállítását magyar területen keresztül engedélyezik. Ki tett ennél többet Magyarországon az ukrán fegyverszállításért és a többi? Orbánt azért kritizálják a nemzetközi sajtóban, mert a korrupt háborús uszító Kirill Pátriárkának az ő ellene irányuló szankciókat megvétózta. Ezt valóban kritizálják. Orbánt kritizálják azért, mert Erdoganon kívül csak ő az a NATO vezető, aki akadályozza Finnország és Svédország felvételét a NATO-ba. Amit a teljes finn lakosság kér, amit a teljes rajtunk kívülálló törökökön kívülálló, de azt gondolom, hogy a magyar lakosság is támogat. Jó, tehát Magyarország lakossága támogatja, Orbán Viktor akadályozza Finnország és Svédország felvételét a NATO-ba. Ez hazaárulás. Az én szent meggyőződésem szerint Orbán Viktor hazaáruló, amikor akadályozza Finnország és Svédország felvételén a NATO-ba, mert ezzel nem csak az ukrajnai magyarokat teszi ki ukrán nacionalistáknak az elítélésének, a bosszújának, akár a fizikai biztonságukat is fenyegetve, hanem bizony Finnország és Svédország, sőt minden tisztességes, becsületes NATO honpolgár szemében Orbán ezzel áruló lett, és a háborús, bűnös Putyin oldalára állt. Ezek valóban károkat okoznak Magyarországnak, és óriási károkat okoznak az ukrajnai kisebbségnek, a magyar kisebbségnek. Nos, Benkő Zsolt képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, miután meghallgattuk újabb félórás külpolitikai elemzését, amire ne haragudjon, tisztelt polgármester úr, én magam nem vagyok kíváncsi, és legyen szíves majd a néppártja gyűlésén a külpolitikával foglalkozni, és teljesen megértem dr. Kisandri a felszólalását, tehát fölháborító. Az is fölháborító, hogy folyamatosan alávalónak nevezi az országgyűlési képviselőnket, utána meg beterjesztenek egy előterjesztést, hogy támogassa miniszter úr a várost, de előtte 25-szer alávalónak nevezi. Gratulálok. Nagyon szép. Azt szeretném kérdezni tisztelt képviselőtársaimtól, Fejes Pétertől, Gyutai Katalintól, meg tisztelt alpolgármester úrtól, hogy amikor polgármester úr felszólal, és fél órás kirohanás van a külpolitikát illetően, akkor mi nem szólalnak fel? Neki lehet. Igen, köszönöm szépen. Neki lehet. Nekünk nem lehet felszólalni. Gratulálunk. Gratulálok, tisztelt képviselőasszony, de én a költségvetéssel szeretnék foglalkozni. És spontán elkezdtem beszélni az ukrán háborúról. Én a költségvetéssel szeretnék foglalkozni. Tehát ezt tessék önök. Polgármester úr, amíg Cseri Tamás 3 percben beszél, ön 30 percben. Bocsásson meg. Kifejtsd. Ráadásul marhaságokat hord össze, jobbról balról. Tanítom Cseri Tamást hiába. Jobbról balról marhaságokat hord össze. De térjünk vissza a költségvetéshez, és én ezzel szeretném zárni a felszólalásomat. A fejlesztések kapcsán most nem esett szó a 117 km kerékpárút tervezéséről, megvalósításáról. Ugye a kommunikációból azt olvasom ki, hogy ebbe a fejlesztésbe benne van a Rárosi út és a Szikáncsi kerékpárút építése is, ugye jól emlékszem. Igen. Bizonyára tudják, bizonyára járnak kint a Rárosi úton, és látják az ott kint lakóknak a panaszait, hogy ismételten katasztrofális állapotban az útnak a állapota. Gyakorlatilag személyautóval tényleg nem lehet most már rajta járni. Én az elmúlt időszakban megpróbáltam cégekkel konzultálni annak kapcsán, hogy hogyan lehetne az utat olyan állapotba hozni, hogy járható legyen valamilyen szinten, ameddig el nem készül. Úgyhogy bízom benne, hogy ennek a tervezésnek, illetve a kisjátításnak az idején vége lesz. Erről, hogyha kaphatnék valamilyen pontos tájékoztatást, hogy ez most hogy áll, mert főleg a Rárosi út mellett élők nagyon szeretnék, hogy ez megvalósulna. Készen van. Tehát ennél... Terve készen van, a kisjátítás nem kell, miénk az út. Nem arról van szó, hanem a területek megszerzése, hogy áll, mert olyan is... Nincs területszerzés a Rárosi útnál. A Rárosi útnál nincs, szuper. Jó, tehát ha ez így van, akkor remélem, hogy az idén ennek látjuk is valamilyen jelét, hogy az úttal kapcsolatosan... Csak a kormányon múlik, ön tud lobbizni. Persze. Modern Városok Program. Ezt már elmondta a polgármester, nem én vagyok a város polgármester, hanem ön. Lobbizzon ön. Ön is segít. Nekem az a feladatom, hogy a Rárosi úton élőkét és a Szikáncsiakét meg a Kisomukékét lobbizzak, a városért önnek kell lobbiznia. Úgyhogy köszönöm szépen, és kérem polgármester urat és mindenkit, hogy
témához kapcsolódó, szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Nagyon helyes. Mindig, amit ön felvetnek, azokra én válaszolni fogok természetesen. Ha véletlenül Cseri Tamás a háborút hozza szóba, azt is elmondom, mondom szívesen, tanítom képviselő urat, hát ha egyszer megérti, vagy látja a valóságot is. Nem adom fel a reményt. Jó, egyszer csak, hát ha, hogy mondjam, ő sem fog migránsbetelepítő korú bűnözőkre szavazni, nem adom fel a reményt. Tényleg, annyira bízom benne, hogy Cseri Tamást is egyszer csak meggyőzzük. No, de ami a Ráros jutott illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, valóban, hál' Istennek a tervek elkészültek, és hiszen azt a szakaszt lezártuk ebben a Modern Városok programban, kisajátítás ebben az esetben nincs, mert az az útszakasz az a miénk, tehát tudomásom szerint egyáltalán nem, ott a megépítendő új szakasznál lesz majd kisajátítás, ami nem a meglévő Rárosi út, hanem ami majd Tompahát, Nagymágocs irányába folytatja ezt az utat, nagyon fogunk örülni neki. A magyar kormányhoz tartozik a Modern Városok program, az egész programba ezt az egy programot nem állították még le, úgyhogy ennek a teljes Szikáncsi kerékpárút, Földeáki kerékpárút, Erzsébeti kerékpárút és nagyon sok eleme emiatt halad, tehát ott valóban a kisajátítások is folynak. Abban a pillanatban, hogyha eredetileg 11 milliárdos a tervezet, gyanítom, hogy azóta ez a 100 milliárdot üti, körülbelül az a költség, ami ennek a 117 kilométernek lenne, tehát amikor a kormány úgy dönt, hogy a következő szakaszt indíthatjuk, mi nagyon szívesen fogjuk ezt megcsinálni, sőt, vagy korrupciómentesen beszerezzük, vagy mint hogy állami pénzről van szó, és éppen módosították a törvényeket, Lázár János lesz kénytelen majd, remélhetőleg szintén korrupciómentesen beszerezni és kivitelezni. Jó, tehát nagyon szurkolunk neki, mostantól kezdve fejlesztési miniszterként nála van, tehát abszolút személyes feladata lett Lázár Jánosnak a állami pénzből megvalósuló fejlesztéseknek a koordinálása, beszereztetése, úgyhogy kizárólag Lázár János. Cseri, vagy bocsánat, Benkő Zsolt nagyon szerényen azt mondta, hogy ő nem lobbizik, hál' Istennek lobbizik, én láttam, nem csak azért lobbizott annak idején, hogy Lázár Jánosnak ne kelljen az önkormányzattól ellopott kastélyút után bérleti díjat fizetni, akkor is lobbizik. Hanem akkor is lobbizott, amikor két évvel ezelőtt bejelentette, hogy a kormány az előtte való szeptemberben elutasította a szennyvízre fejlesztését. Most viszont ő kéri hivatalosan videóban, nyilvánosan, közösségi oldalára kitéve, ő kérte a kormánytól, hogy építsék meg Vásárhely szennyvíztelepét. Egyelőre még ebben a lobbiban sem volt teljesen sikeres, de lobbizott, és ezt köszönjük neki. Annyit láttunk, hogy az általunk 4,8 milliárdra beszerzett szennyvíztelep frissítést azt hirtelen Mészáros Lőrinc által 16 milliárdos költséggel kivitelezendővé jelölte ki a kormány, de gyanítom, hogy most a beruházások 6000 milliárdos, ha jól emlékszem, megritkításával Lázár János valószínűleg a saját városa szennyvíztelepét is levette az állami fejlesztési keretből. No, de hát nem adjuk fel a reményt, hogy Benkő Zsolt egyszer a városért lobbizik, vagy többször is, nem csak egyszer, most már egyszer megtette, lobbizzon továbbra is. És nem csak Mártéért, igen, ez egy fontos dolog. Köszönjük, meg nem csak Lázár Jánosért. Dr. Kis Andrea, alpolgármester asszony, parancsolja. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, hát látom, hogy azért Fidesz frakció tagjai, különösen Cseri Tamás képviselőtársam azért nagyon szurkol, de azért az elmúlt 24 évben, meg 13 évben ismerhet annyira, hogy nem az a típus vagyok, aki csak úgy fogja a cókmókját és a háttérbe vonul. Jó-e itt ülni? Télen hűvös van, nyáron meleg, a székek nem túl kényelmesek, de úgy emlékszem, hogy az elmúlt 13 évben nagyon-nagyon sokat ültünk itt hajnal 2-3-ig is akár, hogy a város ügyeivel foglalkozzunk. Egy panasz szó nélkül én azt gondolom, és a másik pedig az, hogy, és ez Benkő Zsoltnak is azért szólna, hogy elég sok 25-28 perces hozzászólást hallgattunk itt végig Lázár János polgármester, miniszter úr részéről, Kovács doktor úr részéről, aki nem polgármesterként, nem üléslevezető elnökként szólt hozzá, mert hogy az üléslevezető elnöknek mindenhol korlátlan a hozzászólási lehetősége. Nyilván lehet ezen módosítani, ez az SMS jelenleg hatályban van, hogyha önöknek ezzel kapcsolatban észrevételük van, akkor egy módosító indítványt kell a rendelethez benyújtani, és ha keveselik a szólás jogát, akkor mindenféleképpen próbáljanak ezen változtatni, ötleteiket tárjánk elénk. Akkor is azt gondolom viszont, hogy vannak olyan témák, amik nem ide tartoznak, és Cseri képviselőtársam, polgármester úrral, ha ebbe belekezdenek, már lassan mennyi van, hány óra van, dél, negyed egy?
ebédidő mindjárt jön, és még ugye az első napirenden nem vagyunk túl, annak ellenére, hogy a napirend előtti felszólalások viszonylag visszafogottak voltak az időkorlátnak köszönhetően, ezt tegyük hozzá ugye az igazság kedvéért. Önmérsékletet kell tanúsítani. Nekem is volt olyan, amikor visszavontam a hozzászólási kérelmemet. Bevallom, hogy velem is előfordul az, hogy nem biztos, hogy kibírom azt, hogy egy adott témához vagy vitához ne szóljak hozzá, és az is előfordul, hogy nem feltétlen országos ez a történet, amiről beszélünk, de azért azt szeretném képviselőtársamnak elmondani, hogy én nem kitiltani akarom ezeket a vitákat innen, hanem tényleg bejelentkezem. Ketten üljenek le beszélgetni, vitatkozni órák hosszát. Biztos lenne olyan, akit ez érdekelne és eljönne ide, még hogy a Gyutai képviselőtársam azt mondta, hogy ő ugyan nem is. Úgyhogy, de lehet, hogy eljön, lehet, hogy meggondolja közben magát. És akkor szabad keretek között nem időkorláttal, nem 2 perccel, meg 3 perccel tudna képviselőtársam hozzászólni, és még jobban ki tudnák fejteni az ukrajnai, az egyéb helyzet következményeit. Köszönöm. Én is köszönöm. Valóban nem emlékszünk arra, hogy Cserjő Tamás mert volna tiltakozni, amikor Lázár Jánosra várakozva itt, nem tudom, este késő éjszakáig várakoztak itt néma csendben, vagy legalábbis susmokban beszélgetve, hogy megérkezzen, miközben nem is polgármester volt már adott esetben akkor, mégsem lehetett nélküle közgyűlését meg kellett várni. Aztán hajnalig hallgatták a nagyívű előadásait a migrációs helyzetről, meg országos politikáról. Akkor valamilyen nem szólalt föl Benkő Zsolt sem, hogy ez nem ide való, és Lázár János vigye máshova ezeket az előadásait. De rendben van, ez egy más kultúra. Más kultúra volt akkor, akkor nem lehetett szólni. Most hál' Istennek olyan szabadság van, hogy Cseri Tamás ezt elmondhatja itt, és mi reagálunk, és tisztességgel meghallgatjuk, és semmi bántódása nincs. Jó? Cseri Tamás, hogyha engem kritizál semmi bántódást, és próbálja meg a korrupt országos politikusokkal ugyanezt megtenni, azt majd megnézzük, hogy lesz-e állása a következő héten. Nos, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban Bálint Gabriella, úgy emlékszem, adatokat kért, jegyző azt mondja, jelezte nekem, hogy Kurucz Rolandnak vannak ilyen adatai, úgyhogy akkor megadom a szót irodavezető úrnak, hogy kérem reflektáljon Bálint Gabriella képviselőasszony kérdésére. Tisztelt képviselőtestület, képviselőasszony kérdése a szünidei adagszámokkal kapcsolatban szerepelt egy 2000 fős kisebb igénylés az előző évhez képest. 2700, igen, ez nem azt jelenti, hogy ennyivel csökkent, ugye most megnéztük a kollégákkal, 18-19-ben még ez ilyen 10-9000 adagszám között alakult éves szinten, és valószínűleg a Covid miatt 2020-ban ez 5-6000 közötti adagszámra csökkent, és az elmúlt 3 évben ennyi is maradt. És ugye mi láttuk már a tavalyi évben, hogy nem állt vissza, a járványhelyzet megszűnt, de nem állt vissza az adagszám, ez az igénylést már ehhez igazítottuk, és 6000 főre adtuk le. De mondom, ez a csökkenés gyakorlatilag 2020-ban már megtörtént. Most korábbi adatok nem állnak rendelkezésre, de tudunk szolgáltatni, hogyha szükség van rá. Köszönöm. Tehát arra vagyunk kíváncsiak. Egyébként ez úgy tudom országos adat, hogy ez a közétkeztető cég, ez ugye 40-50 ezer főre főz naponta. Ők azt mondják, hogy egész országos tendencia ez. Nagyon sajnáljuk, nem tudom, hogy a Covid előtti szintet miért nem tudjuk elérni esetleg. Köszönöm szépen. Fejes Péter képviselő úr javasol, de akkor ő ugye éppen nincs a helyén, akkor Horváth Zoltánnak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr! Lenne javaslatom, először Kis Andrea képviselőtársának szeretnék választ adni, még egy nem tudom órával ezelőtti felszólalásában kérdezte, hogy miért nem a város ügyeivel foglalkozunk, és miért megy ennyi szó a nem tudom 100%-ban visszaidézni az országos politikai életről. Szerintem képviselő asszony is pontosan tudja a választ, mert arra a kutya nem kíváncsi a Facebookon. Így lehet egy kicsit fönntartani talán a nézettséget. Hogyha ennek az érdekes részének vége lesz, akkor szerintem lemegy a Facebook oldal követőinek a létszáma 5 és 10 közé. Tehát ez a végtelen egyszerű válasz, hogy miért hallgatjuk meg minden közgyűlésen ugyanazokat a mondatokat. A javaslatom pedig az lenne az ügyrendi bizottság elnöke felé, hogy módosítani kéne az SMS-t. Olyan javaslatom is van, hogy mi legyen a neve. Legyen mondjuk polgármesteri One Man Show. Vegyük el mindenkitől a mikrofont is. Csak polgármester úr beszélt, el is mondta a képviselőasszony, hogy neki lehet. Nekünk nem. Tehát mi nem azt kifogásoltuk, vagyis Cseri képviselőtársam nem azt kifogásolta, hogy a polgármester úr milyen hosszan beszél, hanem azt, hogy neki csak egyszer lehet.
jogos szerintem, mert hogyha ingerenciája van rá, akkor miért ne lehetne? Tehát egyszer valaki mondta itt már ebbe a teremben néhány közgyűlés ezelőtt, hogy azért kapjuk a képviselői tiszteletdíjat, hogy itt üljünk. Hát, hogyha ez éjfélig tart, akkor éjfélig tart. Nyilván, csak legyen meg mindenkinek a lehetőség, akkor vagy ne legyen meg senki, ezt a képviselőasszony mondta, hogy neki lehet, többieknek nem, akkor módosítsuk az SMS-t, a nevét is, ne is közgyűlés legyen, fölösleges, tehát csináljuk így, az is jó, mert akkor tiszta a szabályrendszer. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Akkor, ha jól értem, akkor Horváth Zoltán képviselőnek van egy módosító indítványa. Azt kérem, hogy ezt írásban terjessze elő. Jó, tehát ezt legyen kedves írásba foglalni, és nyújtsa be a közgyűlés átnevezésére vonatkozó javaslatát, valamint a szabályoknak a módosítását, és nagyon szívesen szavaz róla a közgyűlés. Mi nem támogatjuk, még egyszer, ez egy másik kultúra. Ebben a kultúrában mi nem várakoztatjuk önöket órákig. Jó, ugyanúgy, ahogy a Bálaknak a közösségét is nem várakoztatjuk órákig azért, hogy jön vagy nem jön a meghívott tiszteletvezető, egyáltalán mi meghívnánk, ugyebár a jelenlegi önök kultúrájában meg se hívják, aki korábban rendszeresen a fővédnök volt, meg díszvendég, most már nem szokás meghívni sem. Ez az önök kultúrája. Jó? Akik nem mernek kiállni egy vitára egy választásnál, nézzék meg az előválasztást, az ellenzéki előválasztást, ahol volt miniszterelnök jelölti vita, több is. Ez egy másik kultúra, tudják. Akik elhallgattatják az embereket, hazudoznak róluk a hátuk mögött, és nem mernek kívánni, mert gyávák kiállni egy nyílt vitára, az az önök kultúrája. Gyutai Katalin képviselőasszony. Benne, hogy a polgármesternek a hozzászólását vagy válaszát korlátozzák. Az benne van, hogy mi mennyit beszélhetünk. Szívem szerint, aki eltér a tárgytól, én bizony elvenném a szót tőle, és a képviselőr az előbb egy mukkot se szólt a költségvetésről, és ezt én előre tudtam, hogy nem fog a költségvetésről szólni, csak a beszélőkéjét akarta gyakorolni. Annak idején nem voltak olyan bátrak, mikor nekünk minden közgyűlés előtt a Kovács doktor ugye szemináriumot tartott az éppen aktuális politikai eseményekről, legalább 20 percben vagy fél órában mondjuk. Hát Lázár János, mi az, hogy és? Tehát nem volt bátorság szólni, hogy ugyanúgy unták, mint mi ezt, mi tudjuk. Oké, köszönöm szépen. Tehát én szívem szerint, aki eltér a tárgytól, attól elvenném a szót. De hát sajnos ez még lehet, hogy beadó módosításra, mert nagyon unjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fejes Péter. Az utolsó előre jelzett hozzászólás Fejes Péter képviselő úrtól. Szerintem utána tudunk szavazni a költségvetésünkről. Ja, bocs. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim. Sokkal korábban szoktam szólni, már egy nagy különemmel viseltem, nem mondhatják, hogy a demokráciának nem vagyok nagy híve, úgyhogy nagyon-nagyon nagy különemmel figyeltem, hogy mi fog történni. Hát nem azt mondom, hogy nagy örömmel, de azért érdeklődéssel mégiscsak. És hát azt hiszem, azt már mindenki tisztán látja, hogy itt gyakorlatilag arról van szó, nagyon lerövidítve, hogy Cseri Tamás képviselő készül, nagyon készül egy ilyen közgyűlésre, vannak nagyon finom, provokatív kérdései, azokat föltöszi, és akkor így ezzel el vagyunk, minimum másfél-két rosszát, akármilyen napirendi pont előtt, vagy után, vagy közbe. De ezért én nem haragszok a fideszesekre, egyáltalán nem haragszok, mert tiszta sor az a dolguk, hogy kritizáljanak, de hogyha kritizálnak, azért tényleg nem haragszok, az jó. Csak itt látszik, hogy abszolút két különböző álláspontot képviselünk. Mi azt gondolom, hogy a város érdekében próbálunk tenni valamit, ők pedig a Fidesz érdekében, és ez az óriási nagy különbség. És ez a fixa ideám, hogy nem kellenek a közgyűlésbe pártok. Abszolút csak civileknek szabadna részt venni benne. És nincs a közgyűlésben. Én nem tudom, de az a helyzet, hogy valószínű, igen, André itt közben súgja a fülembe, hogy benne van a kultrang, hogy ez így van, de csak végig, nem sútál, akkor bocsánat, csak akkor elnézést, akkor rossz hallottam, de valóban így van, és végig kéne gondolni, hogy ennek tényleg milyen értelme van, mert aki pártszínekből az elsősorban pártot képvisel, és ez Lázár Jánosnak a szava, bocsánat, én nem szoktam Lázárhoz, de ezt most el kell mondanom, mert mikor
részt vett egyetlen egyszer a közgyűlésen, akkor azt mondta, hogy ő mindig a város érdekét képviseli. Elsősorban, másodszorban a párt érdekét is, csak harmadsorban egyéni érdeket képvisel. És én ezt nem látom sajnos a képviselőtársaimnál, nem látom ezt, hogy ezt a direktívát betartanák. Azt látom csak, hogy a párt érdeket képviselnek, ebből szűrnek le mindent, és akármilyen város érdek elé helyeznek mindig egyéni és párt érdeket. És én szóval ezt szeretném, tudom, hogy nem tudom elérni, de mégis azt szeretném, hogyha előbb-utóbb oda jutnánk, hogy civil személyek vennének részt a közgyűlésen. Hát ez egy nagyon fontos dolog, azt gondoltam, ezt szerettem volna elmondani. A másik az, hogy tényleg elérkeztünk most már ahhoz az időponthoz, amikor már nem lehet tovább bírni. Hát el kéne kezdeni tényleg dolgozni. És én arra kérem most valóban a polgármesterot is, Cseri Tamást is, hogy most már foglalkozunk már azzal, ami a dolgunk. Mert bizony Isten, nagyon szép ez, nagyon jó ez, de pont elég volt belőle. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Én azt tartom a legfontosabbnak kiemelni Fejes Péter hozzászállásából, hogy aki a párt utasítására szavaz a város érdekével szemben, az ne jöjjön ide. Abból soha ne legyen képviselő többé. Aki párt érdekekkel követi, lehet párttag. Engem nem az zavar, hogy Cseri Tamás párttag. Nem. Az zavar, amikor pártparancsra a város érdeke ellen tesz. Őt azért választották meg, még ha listás képviselőnek is, hogy a város érdekében tegyen. Nem a pártot kell képviselni. Ez igaz mindenkire, mindkét oldalon. Köszönöm. Horváth Zoltán, remélhetőleg utolsó hozzászólása láthatóan nem napirendhez kötődik. De egyébként igen, költségvetésre fogok a végén kiukadni. Csak Fejes képviselőtársam mondja, hogy város érdek, meg párt érdek. Tehát nekem ez ebből az jön le, hogy az a város érdek, amit ők akarnak, tehát az, vagy önök akarnak, az város érdek, hogyha mi mondjuk azt mondjuk erre a költségvetésre, hogy egy csomó dologgal nem értünk egyet, ezért nem szavazzuk meg, gondolok itt a látványberuházásokra. Tehát ez nekem két szó jutott erre a költségvetésről eszembe, amikor átnéztem, az, hogy látványköltségvetés, illetőleg az, hogy kampányköltségvetés. Tehát, hogyha mi ezzel már nem értünk egyet, akkor mi itt pártérdeket képviselünk, nem a város érdekeit. Én ezt egy kicsit másképp látom, tehát azért, mert ezeket az aggályainkat a képviselő társaim elmondták, hogy mely elemeket lehetne mondjuk későbbiekre tolni a fejlesztések tekintetében. Én nem gondolnám, hogy ez a város ellen való dolgozás, hanem azt gondolom, hogy a város érdekeit szem előtt tartva más véleményen vagyunk a költségvetés megítélésében, de jól látszik itt most, hogy ha mi itt más véleményen vagyunk, akkor mi párt érdekeket szolgálunk, meg a város ellen dolgozunk közben, meg én azt gondolom, és vannak itt a túloldalon olyan képviselők, akik ültek ellenzékiként elég sokat ebbe a közgyűlésbe, ugyanígy megfogalmazták a költségvetéssel kapcsolatos aggályokat, és én nem nagyon emlékszem rá, hogy mondjuk aki régebb óta képviselő és ellenzékiként itt ült, szavazott volna meg költségvetés, de várom egyébként a cáfolatát ennek a történetnek, és szerintem senki nem mondta, hogy a város ellen dolgozik mondjuk Kis Andrea vagy Gyutai Katalin azért, mert nem szavazott meg egy költségvetést, vagy mondjuk van neki ellenvéleménye, vagy más véleménye, mint mondjuk a többség. Tehát pont erről szólna, azt gondolom, a demokrácia, ami miatt mi most itt ülünk. Tehát egyébként akkor itt se üljünk. Tehát ezt most polgármester is mondta, hogyha nem a város érdekeiért dolgozunk, akkor ne is jöjjünk. Tehát ha valamit nem szavazunk meg, akkor menjünk ki, vagy menjünk haza, vagy ne is jöjjünk legközelebb. Tehát ezt így nem értem. Köszönöm, de a költségvetés is benne volt, ahogy ígértem. Köszönöm. Én maximálisan megértem Horváth képviselő úrnak a hozzászólását. Engem is fölháborít az, hogyha valaki mondjuk a korrupciót akarja megszüntetni, akkor a korrupt politikusok szerint az ország érdeke ellen dolgozik. Végtelen fölháborít az, hogyha az Európai Unió kritizálja a tolvajokat, akkor a tolvajok azt mondják, hogy Magyarországot támadja Brüsszel. Nem Magyarországot támadja, csak a tolvajlást, csak a lopást. Jó, tehát nem az ország és nem a város érdeke ellen dolgozik az, aki konstruktív hozzászólásokat tesz. Az kicsit átlátszó természetesen, amikor valaki annak idején a
emlékpont milliárdos beruházását, vagy a két milliárdos bemelegítő merence beruházást megszavazta, és most azt mondja, hogy ő nem támogat látványberuházásokat, hát szemmel láthatólag támogatott látványberuházásokat. Én nem látom, hogy mi az ebben a költségvetésben, amit ön látványberuházásnak nevez. Nem látok ilyet. Az előző évben a Szent Antal utcáról jót vitatkoztunk, meg is értem, hogy a Bakalyik út vagy a Szent Antal utca az egy tényleg nagyon látványos szép beruházás volt, azt önök nevezhetik látványberuházásnak, mi azt mondjuk, hogy városi történelmi örökség ápolása, forgalomcsillapított közlekedés, amely biztonságosabb és szép mellett, vagy nem csak szépsége miatt, hanem praktikuma miatt is zöldítés, hőszigetek megszüntetése szerintünk fontos volt. De ott lehet vitatni. De itt most ebben a költségvetésben nem látom, hogy mi az, ami önök szerint látványberuházás, de rendben van. Lőkösné Nagycsalóta képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Én kapaszkodnék Horváth Zoltán képviselő úr iménti felszólalásába, és megragadnám akkor az alkalmat, hogy kérjek arra választ, hogy mi kivetni valójuk volt Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úr határozati javaslatával kapcsolatosan, hogy a város érdekében az országgyűlési képviselőhöz forduljon a város képviselőtestülete, hogyan akit tartózkodtak, illetve Csevi Tamás képviselő úr nem szavazta meg. Nem vagyok politikus, nem látok a dolgok mögé. Kérem, adjanak erre magyarázatot, hiszen itt az egész város érdekéről volt szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát, gondolom, hogy elsősorban Csehdi Tamás volt, aki nem beszavazott, a többiek tartózkodtak, ha jól emlékszem. De amint az előbb beszéltünk, hogy valaki párt érdekből a város érdeke ellen szavaz, egy jó példa erre szerintem valóban. Köszönöm szépen. Város érdeke nyilván az, hogy kapjunk pénzt. Párt érdek, hogy önök ne kritizálják Lázár Jánost. Megértem, amikor kettő ellentmondásban van, önök mindig a párt érdeke szerint szavaznak. Szerintem ez helytelen. Amíg önök eldöntik, hogy kiválaszoljon, hiszen senki nem jelentkezett, addig dr. Kis Andrea alpolgármesternek adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, ezt a ki miért szavazott, vagy nem szavazott meg, azért szeretném visszautasítani, mert rendkívül rossz emlékeket kelt bennem, amikor 2018 előtt többször számon kérték rajtunk azt, hogy miért tartózkodtunk, vagy miért nem szavaztunk. Megmondom őszintén, engem nem érdekel, hogy ki tartózkodik, ki nem szavazza meg. Mindenkinek a saját választói felé kell majd elszámolnia. De ez ugyanaz a kérdés, amit nekünk annak idején ellenzékiként feltettek onnan a pulpitusról többször, vagy bizottságüléseken. És engedtessék meg, hogyha már különbek akarunk lenni, és mást akarunk csinálni, akkor mást is kell csinálni. Számoljanak el a fideszes képviselők majd a választóik előtt, és 2024-ben majd minden megmérettetik és kiderül. Köszönöm. Hát annak a minősítése, hogy ez hazaárulás, vagy városérdeki ellenszavazás, és a többi, az mindenkinek személyes joga. De kérdezni? Hát kérdezni lehet. Csehdi Tamás képviselő úr. Ez azért nagyon tetszik, hogy megint kérdeznek, hogy mondjak valamit, szóljak hozzá személyesen, és akkor itt bejön az asszonykórus, és akkor elkezd hőbörögni, hogy megszólalok. Tehát valahogy tisztázni kéne a helyzetet, mert ez így nem egyszerű, hogy most az ember mindenkinek megfeleljen, hogy egyrészt válaszoljak, másrészt ne válaszoljak. Tehát ez de hogy akkor konkrét legyek. Alpolgármester úr egyrészt arról beszélt, hogy ő akar írni egy levelet. Nem gondolom, hogy nekem az ő levelezésébe se postás nem vagyok, se senki, hogy én az ő levelezését támogassam. Másrészt, már elmondtuk itt ezerszer hónapokon keresztül, hogy a várost önök vezetik. Tehát hiába próbálják, mikor itt valami gond van, úgy gondolják, nem fog be elég pénz, és többet szeretnének az államtól, akkor két kézzel tolják le magukról a felelősséget, hogy intézzük el, beszéljünk ezzel, meg azzal, meg amazzal. Egyébként meg, hogyha valami történik, akkor veregetik a saját vállukat, hogy okosabbak, meg mit tudom én, miket szoktak még mondani. Tehát ez így nem megy, hogy mikor valami probléma van, akkor tolom át a felelősséget a másik képviselőre, akik nem vezetik a várost, nem ők a felelősek a város működésért. Mikor meg valami jó történt, akkor nagy vigyorra, hogy maguk milyen okosak, itt lelkendeznek neki. Tehát ez a kettő egyszerre nem valósítható meg. Önök vezetik a várost, az önök felelőssége, hogy tudnak tárgyalni, egyeztetni, elmennek, kivel mennek el, hogy egyeztetnek, mi van a költségvetésükben. Én úgy gondolom, hogy egy olyan költségvetéssel kuncsorogni, amiben fölösleges beruházások vannak, elég nehéz politikai pálya. Ezt mi el is mondtuk önöknek hónapokkal ezelőtt, hogy amíg ilyenek vannak a költségvetésben, amiket nyugodtan lehetne halasztani, addig nagyon nehéz
a város érdekében tárgyalni. Önök szokás szerint kirögtek minket, visszautasították, negligálták a véleményünket, és most elvárják, hogy akkor megint már intézkedjünk már, meg megint mi is kuncsologjunk pénzt. Tehát ez azért nem így működik. Tehát önök viszik a várost, akkor viseljék a következményeket, meg a felelősséget a saját döntéseikért. Ne az legyen, amikor belenyúlnak valamibe és probléma van, elkezdenek kapkodni, hogy segítsünk már önöknek. Ez nem így működik. Tehát mikor tanácsot adunk, akkor meg kellett volna hallgatni. Hónapokon keresztül arról beszéltünk, hogy tele van a költségvetés olyan dolgokkal, amire nincs szükség. Önök azt mondták, hogy semmi gond. Akkor most miről beszélnek? Hát döntsük már el, hogy A vagy B. Hát nagyon kedves, mindig azt szokták mondani, hogy én beszélek össze-vissza. Ehhez képest ön most eddig azt mondta, hogy szükség van a Tóth Malom utcára, de nincs rá pénz. Most, amikor azt kértük, hogy kérjünk pénzt, akkor azt mondja, hogy nem kér. Hát pont ön mondta azt, hogy szükség van rá, de nincs pénz. Akkor nem logikus, hogy ön segít pénzt kérni? De nem egyszerű? Hát nézze meg a költségvetést. Benne van 600 millió forint. Azt kérjük, hogy ezt a 600 millió forintot adja meg a kormány. Igaz? Ott van a költségvetésben. Ezt kértük. Olyan nehéz a város érdekében ehhez csatlakozni. Nem kérünk mást. Jó? Nem gondolom én, hogy alávaló Lázár János. Ő maga fogja ezt bebizonyítani azzal, hogy mit tesz. Jó? Nem én minősítem, ő magát fogja minősíteni. Ha a városa ellen tesz, akkor alávaló. Ha a városa érdekében tesz, akkor végzi a dolgát. Ez a különbség. Tudja? Tehát viszonylag egyszerű. Természetesen, még egyszer mondom, ebben a költségvetésben nem felesleges látványberuházások vannak, ami eladósítja a várost, hanem a nekünk járó pénzre appellálunk, ehhez kérünk segítséget, és azzal felelősen gazdálkodunk. A város ön szerint is szüksége van a városnak a Tóth Malom utcára, akkor tessék segíteni, hogy legyen rá pénz. Ez legegyszerű kérdés a világon. Jó, utolsó két hozzászólásra szeretném javasolni Gyöngyösi Ferenc és Berényi Károly jelentkezését. Zárjuk le, mert tényleg egyre kevésbé a költségvetésről beszélünk. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Képviselő úr, ön azt mondja, hogy belenyúlnak valamibe, és kérik, hogy segítsünk. Én nem a segítségét kértem, csak ha egyetért azzal, hogy szükségünk van arra, hogy a kormány minket ugyanúgy támogasson, mint bármelyik másik települést, akkor írja alá. Ha nem írja, ez az ön döntése, én el tudom fogadni ezt is. Nem értünk ebbe egyet, rendben van. A másik dolog az az, hogy én voltam olyan naív, hogy azt gondoltam, hogy az országgyűlési képviselő az gyakorlatilag a körzetének egy szócsöve is lehet a kormány felé. Ő ül a parlamentben, ráadásul miniszter is. Vezessük a várost. Mi próbáljuk vezetni a várost, de az a támogatás, ami minden várost megilletett hozzánk, nem jött el. Amilyen kérés, még egyszer elmondom, hogy bármilyen kérésük volt a magyar kormánynak, hogy mi mit készítsünk el, és mit prezentáljunk, és hova menjünk, maradéktalanul teljesítettük. A takarékossági terv minden egyes pontját szintén teljesítettük. Tehát a rendelkezésünkre álló összes eszközzel mi, amit kértek, elvégeztük. Mi nem várunk mást, csak azt, hogy egyenlő bánásmódban legyünk. Na most ahhoz, hogy a mi hangunkat meghallják, ezért fordulnánk mi ahhoz, akinek egyébként ez kötelessége, tehát ő is egy képviselő, azaz képvisel minket is, jó esetben. Tehát nem kegyet szeretnénk gyakoroltatni, hanem azt szeretnénk, hogy képviseljen minket ott, ahol neki képviselni kell. Nem értem, hogy ebben mi a kifogás, de én elfogadom, hogyha ön úgy dönt, hogy nem ért ezzel egyet. Rendben van, ez az ön döntése. De ne bírálja azt, hogyha esetleg nekünk nem ez. És ne a munkánkra vetítse ki. Ez már túlhalad rajtunk. Egy országgyűlési képviselő felelős a régiójában történtekért is, én azt gondolom. És biztos vagyok benne, hogy Lázár Jánosnak van annyira fontos a szülővárosa, hogy meghallgatottik a kérésünk, és segíteni fog. Én vagyok annyira naív, hogy azt gondolom, hogy ez partot érhet ez a dolog. Hiszen mindannyiunk érdeke, nyugtasson meg, hogy az öné is, hogy ez a város minél jobban fejlődjön. Na most minél több pénz jön a városba, annál több pénzt tudunk rákölteni. Ez ilyen egyszerű. Köszönöm szépen, dr. Berényi Károly, a polgármester úr. Köszönöm
Köszönöm szépen. Csak röviden, mindennel egyetértve, amit a polgármester úr mondott az előzőkben, csak annyit szeretnék mondani még Tamásnak, hogy szóval látszik a rémület rajta, hogyha neki ezt alá kell írni, és azt az aláírást meglátja majd Lázár János, hogy hogy fog ezzel elszávolni, hát ez már is látom, hogy izzad, és belefehéredett a gondolatba is. De Tamás, ne felejtse már el, hogy nem neki kell megfeleljen, hanem 44 ezer vásárhelyi lakosnak. Ön egy képviselő, hogyha elfelejtette volna, jó? És ön ezért a 44 ezer emberért felelős. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha az aláírásával támogatja ezt a kérést. Köszönöm szépen. Hát sajnos, én most 43 ezeret mondtam képviselő, vagy alpolgármester, 44 ezeret, a legutóbbi KSH szám 42 ezer. Tehát Hódmezővásárhelyen a hivatalos bejelentett lak, és ugye hát nem tudom, mikor fogjuk ezt látni, a népszámlálás adatait. Attól félek, hogy az ide bejelentett hivatalosan 42 ezer, nem tudom, 207 lakosból is egy csomó már nem itt él. Tehát itt van a hivatalos lakcíme, például a húgom most Ausztriában lakik, de itt van a bejelentett lakcíme. Tehát, hogyha ezt is figyelembe veszük, akkor könnyen lehet, hogy már 40 ezer sincs. Annak végtelen örülök, hogy ahogy a születések és halálozások számát említettem rögtön most, hosszú idő után először olyat láttam, hogy több születés volt Hódmezővásárhelyen, mint halálozás. Ennek sajnos tudjuk, hogy egy technikai oka is van, nevezetesen, hogy nagyon sokan haltak meg Covid-ban, akik máskülönben is meghaltak volna, de később. Tehát most néhány évig biztosan a halálozás az alacsonyabb számot mutat majd, mert sokan, akik most mentek volna el egyébként, azok már elmentek hamarabb. De ezzel együtt is én tényleg azért szurkolok, hogy vásárhelyre jöjjenek magyar családok, válasszák ezt lakóhelyül, legyen egy olyan város, ahol nem nyomorgatjuk, hanem támogatjuk a helyi lakosokat, családokat és vállalkozókat egyaránt. És igen, elvárjuk, hogy ebben mindenki, aki a közgyűlésben az vegyen részt. Bálint Gabriella, reméljük utolsó hozzászólása ez a témához, és reméljük, hogy lehetőleg a költségvetéshez. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr. A születési számokat szeretném pontosítani. Az a örvendetes szám, amiről polgármester úr is számot adott, az a Hódmezővásárhelyen a szülészet által lebonyolított szám. A hódmezővásárhelyi gyermekek száma 378 volt az elmúlt évben, és ebből a 378 kisgyerekből 130 született más településeken, zömében, Szegeden. Tehát sajnos az a tendencia, amiről mi évek óta beszélünk, hogy körülbelül 400 körül van Hódmezővásárhelyen, vagy alatta, vagy egy picikével fölötte, olyan az elmúlt 10-12 évben ez a 400 körüli átlag az, ami tapasztalható. Ez lett volna az egyik mondandóm. A másik pedig észre kell vennünk a körülöttünk zajló eseményeket és azt, hogy a kommunikáció félrecsúszott, és elindult egy együttműködési folyamat, ami megakadni látszik. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sokban a jelzőknek és a kommunikációnak köszönhető. És itt helyben is tetten érhető azért hasonló, amikor a múlt közgyűlésen, a rendkívüli közgyűlésen is hasonló parázsvita volt, és azt kellett hallgassuk, hogy mi nem dolgozunk ezért a városért. Én ezt akkor nem akartam magamnak kikérni, meg nem akartam visszautasítani, mert én úgy érzem, hogy 34. éve vagyok közszolga, elég sokat tettem és teszek, meg ameddig az erőm engedi, fogok is tenni a városért, a közösségért, és azokért, az emberekért, családokért, gyerekekért, akiket rám bíztak. És én ezeket a dolgokat abszolút nem tartom szerencsésnek, és ezeken a kommunikációkon, ezeken a jelzőkön megy el az együttműködés is, ami országgyűlési képviselő úrral is kapcsolatos. Nem szabadott volna hagyni egy megindult jó folyamatot ilyenténképpen megakasztva látni, meg egyáltalán idáig fajulni megint, hogy nincs, és nem tudjuk, hogy milyen lesz ez a fajta kommunikáció. Miért van az, hogy Szeged
nem úgy kommunikál, vagy miért van az, hogy akkor oda megy forrás. Tehát ezek számomra érthetetlenek. És amikor saját magunk, a saját magunk közösségébe nem veszünk és nem is említünk meg dolgokat, meg teljesen természetesnek veszük, akkor, amikor van ennek a városnak egy olyan intézménye, amely folyamatosan a rászorulókkal foglalkozik, és közel egy éve teljes odaadással segíti az ukrán menekülteket, és senki meg nem említi őket. És ez csak egy a sok közül. Köszönöm szépen. Bocsánat, kit nem említettek meg? Az ukrán menekültekkel foglalkozó melyik intézményt nem említette meg senki? A Kagylóhéj Család és Gyermekjóléti Szolgálat. Rendben, köszönöm szépen. Rengeteget szoktunk kommunikálni erről, de akkor ránézünk majd is, örömmel pótoljuk. Köszönöm szépen. Hál' Istennek nincsen több hozzászólás, úgyhogy eljött az ideje a szavazásnak, és akkor nagyon kérem, hogy mindenki támogassa a város költségvetését, hogy ezek a nemes célok megvalósulhassanak. Köszönöm szépen. Jó, a rendeletről szavazunk most, amihez 8 fő többség szükséges. Tíz igen és 5 nem szavazattal elfogadtuk a város költségvetési rendeletét. Köszönöm szépen. És akkor ugye egy határozatjavaslatot már megszavaztunk, most 2 másik van még. A közös önkormányzati hivatal működési költségeihez való hozzájárulásról, ugye ez a Mártai a kötendő megállapodás, szintén ugye szerepelt. Ez az első határozatjavaslat, amit most megszavazunk. Kérem, hogy aki támogatja, az szavazzon igennel. Tizenkettő igen és 3 nem szavazattal elfogadtuk a határozatjavaslatot, és van egy második határozatjavaslat is itt, a közlekedés szervezői feladatok ellátásának finanszírozására kötött szerződés. Ugyebár a közlekedés szervező cégünk a HVS számára 70 millió forintot biztosít. Kérem, hogy aki ezt elfogadja, az is szavazzon igennel. Tíz igen és 5 nem szavazattal ismét csak elfogadtuk ezt a határozatjavaslatot is. És akkor az 1B napirendi pontra térünk, ami szintén a költségvetéshez kapcsolódó végrehajtási rendelet. Felkérem dr. Karsai Éva érzőasszonyt, ismertesse a bizottságok döntését. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A végrehajtási rendeletet a pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság 3 igen szavazattal egy tartózkodás mellett, az ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottság 2 igen szavazattal egyhangulag, az oktatási, kulturális, sport és nemzetiségi bizottság 2 igen szavazattal egy tartózkodás mellett, a szociális és egészségügyi bizottság 3 igen szavazattal javasolja a közgyűlés számára elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Felkérem Kuruc Roland irodavezető urat, hogy terje meg a szóbeli terjesztését. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés! A rendelet célja, hogy meghatározza a költségvetés végrehajtásához szükséges főbb részletszabályokat, illetve tartalmazza a költségvetési szerve gazdálkodásának kereteit, az előirányzat módosítása, a pénzkezeléssel kapcsolatos egyéb szabályokat. A tavalyi évhez képest az ervezet 2 jelentősebb változtatást tartalmaz. Egyik, hogy a köztisztviselői életményap 5%-kal megemelése kerül, 54.100 forintban kerülne megállapításra, a másik pedig az éves kafetéria keret 200-300 000 forintra kerül megemelésre. Kérem a tisztelt közgyűlés, hogy az előterjesztést vitassam és hozzam a döntését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megkérdezem a képviselőktől, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés vagy hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsájtom. Kérem, aki támogatja, szavazzon igennel. Szintén 8 igen szavazat szükséges a rendelet elfogadásához. Tíz igennel és 5 nem szavazattal elfogadtuk a költségvetés végrehajtási rendeletét. Az 1C napirendi pontra térünk. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételének megállapítása a tárgyévet követő 3 évre. Felkérem dr. Karsai Éva jegyzőasszonyt, ismertesse a bizottságok döntését. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés! A kitekintő határozatot a pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, az ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottság 2 igen szavazattal egyhangulag, az oktatási, kulturális, sport és nemzetiségi bizottság 2 igen szavazattal egy tartózkodás mellett, a szociális és egészségügyi bizottság 3 igen szavazattal egyhangulag javasolja a közgyűlés számára
elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Felkérem Juhász Róbert, bocsánat, előre szaladtam. Felkérem Kurucz Roland irodavezető úrját, tegye meg a szóbeli terjesztését. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, lényegében egy technikai jellegű döntésről van szó. Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a közgyűlés legkésőbb a költségvetés elfogadásáig rendeletben határozza meg a költségvetési évet követő 3 év vonatkozásában a várható saját bevételek és adósságszolgálat alakulását. Egyhez részletesen bemutatásra kerül a határozati javaslat melléketében. Kérem a határozati javaslat elfogadását, köszönöm. Én is köszönöm. Felkérem, doktor, bocsánat, most már szavazunk. Képviselők hozzászólása, Cseri Tamás képviselő, parancsolja. Jól emlékszem, ebben az anyagból van egy olyan rész, hogy a képviselőtestület lemond arról, hogy beszámoltassa a polgármestert, amit egyébként meg kellene, hogy tegyen. Ha jól emlékszem, itt van egy ilyen rész, tehát mi azt szeretném nyomatékosítani. Hát nem tudom felolvasni, mert nincs nálam. Tehát én úgy emlékszem, ebben volt egy olyan, hogy a polgármesternek be kellene számolni a közgyűlés felé. Anélkül nem tudunk sajnos erről beszélni, amikor nem tudja bemutatni, hogy melyik része van problémája. Bemutatni, mert mivel nincs nálam. Tehát a... Itt van a határozati javaslatnak a 2 pontjának a végén van egy ilyen kis beszúrt mondat, hogy a közgyűlés a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. Tehát én erre gondoltam, hogy ezt nem értem, hogy a közgyűlés miért nem kér jelentést, vagy ez miért van benne. Nem tőlem nem kér jelentést. Jó, bocsánat, jegyző asszony. Ugye ez a határozati javaslat azért tartalmaz, hogy a határozat végrehajtására nem kér jelentést, mert ugye ez egy 3 évre vonatkozó kitekintő jellegű határozat. Itt nem azt jelenti, hogy a polgármesternek nem kell ezt betartania, vagy nem kell róla számot adnia, hanem azt jelenti, hogy a lejárt határozatoknál, aminél most is van majd a későbbi napirendben egy táblázatos beszámoló, oda nem tüntetnénk fel, hiszen 3 évre vonatkozólag ugye nem tudunk erre 4 év múlva számot adni. Tehát ez egy ilyen technikai jellegű dolog. De ha megmondja a képviselő, hogy hol kérne benne jelentést, akkor nagyon szívesen módosítjuk. Jó, reméljük, hogy akkor meggyugod a képviselő. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem szavazunk róla, aki támogatja, szavazod igennel ezt a technikai jellegű kötelező mellékletet. Tíz igen, 5 nem szavazattal elfogadtuk az 1C napirendi pontunkat, és köszönöm szépen. És akkor most tartunk majdnem egy órás szünetet. 13 óra 15-kor folytatjuk, tehát az ebédszünet 13 óra 15-kor ér véget. Mindenkinek köszönöm a részvételt, és folytatjuk hamarosan.